itt egy újabb patch. Alig két hét telt el a legutóbbi patch óta, és itt van már is egy újabb. A 0.5.1, ami hozott nekünk egy új stage-et, a Bonzont, egy új karaktert, amit úgy hívnak, hogy Osole Mio, és egy új fegyvert is, ami az új karakternek a fegyvere. A pukizós virág. Mármint a virág, amit pukizni kell. Valamint kaptunk még egy rankot a rerollhoz és a skiphez, és kettő új arcanát. Azokat Imeldával és Gennaroval kell majd feloldani. Tehát el kell érni a 99-es szintet, ha jól tudom. Vagy a 100-asat? Puskázunk. Így van, 99-es szint. És akkor kapjuk meg az új arcanát. Itt láthatunk egy kis képet, meg persze videót, de azt most nem nézzük meg. A Bonzonról, és itt van egy videó az új karakterről, ami egy ló, bár kutyának is mondták már. Igen, ki lehet kapcsolni az árkánákat, a velük együtt a minibosszokat, amik 11 percnél és 21-nél jönnek, be lehet állítani, hogy az első árkánánk az random legyen, tehát hogy még több RNG legyen a ránunkba. Egy nem kapnak most már a macskák annyi attack power-t, amikor ellopják a csirkét. Ezt amúgy nem is tudtam, hogy így működik, hogy amikor a macska ellop egy csirkét, akkor több lesz a, akkor megnő az attack power-e. Aztán felezték a projectile explosion damage-ét a Heart of Fire-nek, ami gyakorlatilag arról szólt, hogy a torcsokat, illetve a Fire Wand-dal, amikor lőttünk, annak volt egy ilyen robbanó range-e, és az most már fele annyit fog sebezni. Olcsóbb lett a reroll, a skip és a ban is, tehát hogy ilyenkor talán érdemes amúgy újraosztani a pontjainkat, és mi van még itt? Ja, meg bugfixek. Úgyhogy, hát ennyi is, srácok. Ami érdekesség szerintem, ezt így meg akartam nektek mutatni. Itt egy újabb ilyen evolution chart, meg synergy chart, illetve karakter ability chart. Ez így szerintem még érdekes lehet. Oppácska. Tehát, hogy melyik itemmel mi szinergizál jól. Hát itt én nem látom egyébként a... Ja, hát mert nincs itt a pukizós macska, szóval ez maradt a régi. Szinergia chartnál már itt van egyébként a virág, és a macska is, hogy a csirke az jó neki. És az is oda van írva egyébként, hogy melyik item brehat az evolution-jébe ez a passzív item, igen. Tehát a bracer az egy passzív item. És a bracer, meg a movement speed, az csak az evolve formba jó amúgy a laborrára például. Úgyhogy ezt így még meg akartam nektek mutatni, mert amúgy szerintem érdekes. Itt van, hogy extra level-el kezd, és a többi. Character ability chart. Ez is egy olyan, amit már mutattam nektek korábban, csak még az előző patchhez. Jó, és akkor most játszhatunk. Már is indítom. Amióta megjött az új patch, én azóta nem játszottam a játékkal, ez egyébként most történt. Hát vagy hajnalban, vagy tegnap késő este. Akkor jelent meg a 0.5.1. Nézzük közben, hogy átírtuk-e a címet. Úgy néz ki, hogy sikerült. Úgyhogy most már pereghet. Összeszedtem egyébként, hogy mi kell nekem ahhoz, hogy meglegyenek az achievementek. Már is mutatom. Nektek is, kacok. Na, tehát ez ide nem kell, ez pedig igen. Tehát mutatom nektek, hogy mi az, ami kell. 3000 dragon shrimpet kell megölni. Aztán állokolni kell a hipermódot 3 normal stagehez.
túl kell érni 30 percet a bonzonnon, el kell érni a level 100-at az Ószólemi jóval, és akkor itt vannak a jutalmak, tehát ezért például a reroll 4 jár, a skip 3 pedig a 30 perc túlérésére a bonzonon, és itt vannak az árkenák is, hogy Imeldával kell a level 99, illetve Gennaroval szintén a level 99, és ezeket még nem néztem meg, hogy mit tudnak, de majd lecsekkoljuk. Még egy fontos dolog, amit elfelejtettem megnézni, hogy hol vannak ilyen dragon shrimpek. Shrimp, Vampire Survivors. You have returned. Dragon shrimpeket egyébként a 4-es pályára mond egyébként a játék. Szia Nándor, szia Teki, szia Komodo. Srácok, peregjenek a szvegek! Tekinek köszi szépen az egy év támogatásodat, és gratula az újabb badge-ethez, valamint köszi, hogy a Prime-adat még mindig rám használod el. Na jó, hát itt azt fogjátok látni egyébként, hogy nekem minden power-up, hát amúgy majdnem, hogy megvan, a curse leszámítva. Szóval, hogy ezen itt nincs változás. Három collective cucc hiányzik. Az unlockoknál ugye kell még egy reroll, amit az előbb mutattam az acsiknál, Solemioval, Bonzonnál lesz majd egy skip. Mik vannak még itt? Na itt van, 3000 dragon shrimp kell ahhoz, hogy az Ószólét, az Ószólemiót unlockoljuk. Oké, tehát akkor mindenféleképpen erre a pályára kell mennünk. Oké, valószínűleg a Hyper Bonzonhoz pedig az kell, hogy, hogy megcsináljuk a Bonzonon a túlélés sokáig. Itt van Gennaro és Imeldával, még a level 99 és ennyi. Lenne egy hatalmas kérdésem, az Arcanus az mit tud a Hőri mellett? A Hőri? A Hőri az az, hogy kétszer gyorsabban telik az idő. Az Arcanus az pedig egy ilyen random kártya, ami éppen még randomabbá teszi a ránodat, hogy például gyorsabbak legyenek a bibliáit például, vagy éppen lassabbak, tehát hogy felgyorsítsa így a projektálisokat. Ilyeneket tudnak az árkennek. Majd megmutatom egyébként mindjárt. Tehát dragon shrimpeket kell ölni, és kössük össze egyébként a kellemeset a hasznossal. A hasznos nekünk az, hogy meglegyen a 3000 dragon shrimp. Hát, és hozni kell Gennarót, vagy Imeldát? Imelda. Imelda, ő az Imelda, a másik pedig a Gennaro. Több XP és projektálisok. Legyen akkor Gennaro. Köszi szépen a pergetés, srácok. Hero, Ironside, Sasu és Debulon. Köszi szépen mindenkinek. Nem tudom egyébként, halk lenne a játék? Ezt most mindjárt megnézem, srácok, mert én úgy veszem észre, hogy halk. Nem. Amúgy teljesen jól. És itt van. Ez a Bone Zone. Ja, látom, hogy lehet kapcsolni külön az árkanákat, értem. Nem is tudtam, hogy ezt így csinálták meg. Szóval a Gallo Tower kell nekünk, ott lesznek a dragon shrimpek. Ez komoly. Ó, és akkor így lehet kiválasztani, hogy random legyen. A duration-en állít. Amúgy, hát én most nem ezt akarom, ne haragudj, tehát, hogy így most ezt így újra kezdjük. Tehát, hogy oda néz. Meg is van. Tehát, srácok, állokoltuk Ószólemiót, és meg lett a Bone Zone is. Jó, hát ez nagyon gyors volt. Na, de amúgy, tehát, hogy Gennaroval ettől még játszani kell. Gennaro, de akkor megyünk az új pályára.
Itt milyen különlegesség van? Megnézzük majd az új karaktert is, srácok. Vagy legyünk kemények, és mondjam azt, hogy rögtön az első körünk az Ószó Lemi jóval legyen. Az új pályán? Az amúgy elég komoly lenne, nem? Skacok. Ószó Lemi jó. Hát nekem most szükségem van erre az Evolution-os chartra, úgyhogy ezt megpuskázzuk, hogyha nem bánjátok. Ha bánjátok, akkor is megpuskázom. Mit mond az internet? Evolution chart. Amúgy nem az kell, hanem a szinergia. Tehát... azt nézem, hogy a duration az amúgy jó. Na itt van a Heart of Fire-ös. A duration-ös. Aha. Amúgy... ez kell majd a Gennaro-nak, ez a 16-os, mert ez amúgy elég király. Jó. Nem tudom, hogy őszinteljek, nem tudom, hogy mi jó ennek. A healing... a what? Healing is doubled. Ezek a virágok, ezek healálnak, nézzétek csak. Na nézzük meg, srácok. Pukizós ló kutya. Na. Hát nem is tudom. Lézeres kutyát nézzük meg. Hogy nyargalja? Ó, ez eddig jó. Jöhetnek a madarak, mit szóltok? Te már próbáltad ezt az új pályát, Stélon? Hát, a fene se tudja. A Pumarról át azt így beniseljük, mit szóltak. Pukizós? Amúgy így nem tudom, hogy ezek a virágok mennyit sebeznek. Amúgy van ezen a pályán valami? Látszólag semmi. Még nem próbáltam? Nem tudom, hogy ezek a virágok hogy sebeznek. De törjük el ezt a ránt, mit szóltok. Jaja. Ez új cucc. Na, Celestial Dusting. Tovább tart az effekt, tehát maga a pukik tovább fog tartani. A Spellbinder például hat rá. Hát ez elég dark ez a hely. Sok koppanyán itt nyargalunk. Amúgy ez kutya. Ez nem ló. Bár én azt hittem, hogy ló lesz. Valamiért. Ott egy ijász csonti. Milyen durva lenne, hogyha lövöldöznének a csontik, nem, srácok? Song of Mana? Beteg lenne. Beteg lenne egy Song of Mana. Látni fogtok egyébként tőlem nem ilyen meta buildet is, mint amit most nyomok. Ez eléggé meta build. Hogy izé, pisztolyok, madarak, tentankramok. Nem, tentagramot még nem vállaljuk be. De hozzam el a koronát hozzá. Hát ha beadja majd, amúgy hozzuk. Hát, hogy most szórjuk el az egészet. Imádom a pentagramot. Na hát, az empty tomb amúgy. Az ide kell. Ezt most fel kell venni. Az empty tomb az egy kötelező dolog. Kb. Mindegyik buildben. Előmentem egy ránt evolve-os pentem, a végén olyan 160 szinten fejeztem be. Wow, az szép! Metabilt persze, csak ha majd a legvégén kap az ember madarat, akkor majd majdnem vége. Hát ennek ez a kockázata. Hol lehet buildeket keresni? Nem tudom. Nem tudom, hogy vannak-e ilyen buildek egyébként. Én ezt, hogy melyik build ez mi a jó, ezt így
A leírások, illetve ilyen szinergia chartok alapján nézem ki. Nagyon nyomja a pukis virágot. A Szollemio. Hát én megpróbálom ezt felhúzni. Aztán jöhetnek majd a puskák. Ezek amúgy most így hílelnek? Nézzük már meg. A virágnak elvileg hílelnie kell. Én nem látok semmit. Hozunk még empty tomot. Nem is néztem, hogy állokolod a kutyát. Dragon shrimpet kell ölni 3000-et. Nekem most úgy adta meg a kutyát, hogy bementem a Gallo távolra, majd kiléptem, mert hogy nem tudtam, hogy hogy kell randomolni az árkánákat. Mert gyakorlatilag úgy is tudsz kezdeni egy buildet, majd egy ránt, hogy feldobja az árkánákat, rányomsz a kérdőjelre, és az egy random árkánát ad a meglevőit közül. És én ezt nem tudtam, hogy ez az, és kiléptem arról a ránról, és akkor megkaptam állokként a kutyát, meg ezt a pályát is. Szóval a Dragon Shrimp kell, azok a nagyon idegesítő, szürke sárkányok, akiket nagyon sokszor kell megdamolni, és ilyen kis körbe vannak. Ugye azok a sárkányrákok. Szia, Buba! Mi újság? Köszi szépen a támogatásodat. Amúgy Candelabrador szerintem kell. Az egy bossnak tűnik. Az a gond, hogy kéne még tiramisu is. Meg madarak. Várjunk, azok nem azok... Nem. Vannak azok, amik így átmennek a monitoron, ilyen hullámozadva, de vannak azok, amik ilyen kis kör alakúak, és jönnek hozzád, és nem tudod őket instant megölni, mert sokat kell beléjük lőni. Minden oké, és köszi szépen a 42 hónapot, Buba. Annak örülök, ha minden oké, és... Szóval új karakter, új pálya. A virágnak bekeli őket? Wow. Ez jónak tűnt. A cica és a virág azt mondják, hogy nagyon jó kombó. Hozzuk a pisztolyokat. Hogy nyomják ott a virágok? A damolás nagyon komoly. 5. perc. Mit akar itt? Kezd kevés lenni a dam. Mi ez a rengeteg pénz? Mik adják a pénzt, srácok? Ó, tiragisú, helyes. Nagyon sok a pénz, srácok. Ez a pálya erről híres, hogy ilyen... Dobálják ránk a pénzt, vagy mi? A pénztet? Srácok, nyugodtan pergesétek a szvegeket Bubának. Közben. Szabad a szveg. Tiramisu a gyengéknek való? Hát jó, de tiramisu nélkül nem lesz izé.
fegyveri Wolf. Nekem nem kell a tiramisu, nekem a fegyveri Wolf kell. HP-t dobhatnak a legyőzött ellenségeink. Értem. Akkor már értem, hogy mi a szinergia, srácok, az Arcanával. Jó, ez nagyon jó. Én azt hittem, hogy a virág önmagába is hílel valamit, vagy valami ilyesmi, de ezek szerint csak HP-t dob a legyőzött ellenségekből. Nem tudom, amúgy úgy töltődik a HP-m, nézzük csak. Ja, hogy gyorsan tölt. Ez meg ott egy láda. Na nézzük, hogy állunk egyébként. Azt mondja, hogy igen, maxos, a puskákat kéne még húzni. Nem vagyok elragadtatva amúgy ettől a virágtól. Fegyveri Wolf után meg kell halni, és akkor felszabadul a slot. Amúgy igen. Nem mond hülyeséget, Stélon. Főleg ezen a pályán, mert itt ugye nincsenek bónusz passzív itemek. Nézzétek, csak így szopkodja a szíveket, nézzétek! De jó! Így látjátok, hogy így nem tudom mennyire jó a bitrate, de hogy így repkednek a szívek a karakterembe. Tök menő. Szia, Zonagy! Szevasztok, szevasztok, srácok! Ott írja a plusz kettő, plusz kettő, plusz kettő. Axe? Nem, nem. Puska. A életbe tarthat minket a kutya? Ja, elég durva a selfie-t nyom. Ugye fontos, hogy a virágok öljék meg. Tehát egy piros kristály, jól adta is egyébként az XP-t. Ja, nagyon jó a híje. Cicákokat nem akarok hozni. Úgy mindenkinek, srácok. Na, duplikátor jöhet. Egy újabb adagnyi duplikátor. Ne alapvetően ilyet a Spellbinder. Nekem is megvan ez a game, de még egyszer nem indítottam. Pedig nagyon jó. Látszok. Milyen kis kutyák vannak ott. Csontvász kutyák. Csontvász kutyákok. 8. perc. Az a helyzete, ez a virághoz olyan bíjat kell. Tudjátok, én az a játékos vagyok, szégyen nem szégyen, de amelyik fegyvernek nincs evolve-ja, az amúgy fun, de így nem pikkelném. Ha a legtöbbet ki akarjuk hozni a runból, akkor így nem. Tetszik az új hős? Megmondom őszintén, az új hős lehet, hogy tetszik. Az új fegyver nem. Nem tudom, mit ad az új hős. Hát biztos majd egyszer biztos lesz. Egyszer mindennek lesz evolve-ja. Egyszer még neked is lesz evolve-od, Samanz. Például a Samanz XL konkrétan. Na, mit szólsz? Levele ugrásnál mi alapján választom a skillt? Hát ami így nekem kell. Így megvan a fejemben, hogy mit akarok, melyik fegyver lenne jó a buildemben, melyik passzív lenne jó a buildemhez. Szia, a kezdéskor beadott zöld kaszánskor már megszerezted a karaktert? Szia, Tester! Nem, mert iskedem olyan challenge-et nyomni. Még. Hogy így level 1-en legyek, az be izé, tehát hogy így utána fejlődjünk fel. Ahhoz így nincs kedv. El kell hozni a madarat. Csak azért kell a madár.
azért kell a madár, hogy nálunk legyen. Hogy hát, ha beadja a párját majd. Nagyon kevés egyébként a fegyverünk, amivel játszunk. Tehát, hogy ez még okozhat problémákat. Szemanz SSI, azt mondod? Itt nagyon sok izé van. XP. Biblia, aha, na. Itt a két madár, srácok. A legrosszabb, hogy még kéne a piros pisztolynak fejlesztés. És nem kapjuk. Csak sírni kellett, látjátok? Madár. Ott van. Tehát most, ha megjön a boss, akkor tudjuk evolválni a fegyvert, és aztán meg kell halni. Mármint, hogy így nem rögtön, hanem majd. Ott egy nagy csonti. Lepukiztam, ott a zöld halál. Ja, még ez a Beatles pentagram is kéne. A zöld halált eddig a pentagrammal sikerült elűzni. Hát most itt az XP volt, ami így jó volt. Nem akar meghalni, srácok. Ajaj. Hanyadik volt a max level? Nem tudom, srácok. Nem tudom. Őszinte legyek, nem tudom. Mindegyik volt fent van a... Mindegyik stream fent van a Watch csatornán, úgyhogy azt így meg tudjátok nézni. De úgy így nem tartom ezeket így számon. Ja, hát mindjárt jön a következő boss, az a gond. A 11 perces. Pentagramot. A zöld halál... A zöld halált, ha megöled és gyorsan nyomogatod a fel és az Enter gombot, akkor állokkolhatsz egy karaktert. Ó. Mik vannak? Igen, a dupla pisztoly mellé a dupla madár kockázatos, de a kibírod akkor dalál. Ja. Igen. Van ilyen statisztika? Hát, meccs végén van, de így most én azokat nem fotóztam le egyesével. Jóló. Meg kell jolózni. Meg kell jolózni, srácok, a pentagramot. Még hogyha el is vitte az evolve-ot. Most már csak egy ivolvos láda kéne nekünk. Sokat segített volna egyébként, hogyha nem pentázom le. Jó, hát akkor most húzzuk a pentának a szintjét, hogy ne vigy el a lootot. Hát, hogy van statisztika, egy rán végén. De hogy olyan nincsen, hogy akkor most megnézem, hogy melyik volt a leghosszabb ránom meg ilyenek, sajna. Pedig úgy könnyű lenne ezekre a kérdésekre válaszolni. Jó, hát az a helyzet, hogy pentát húzni eléggé veszélyes. Penta, madarak, pisztoly, ez egy nagyon veszélyes kombó így, srácok. 12. percnél járunk. Ez a képen úgy néz ki, most, mintha egy PS1-es poebied lenne. Ja, így a koponyákkal a földön, abszolút. Ott volt egy piros. Hát húzzuk a madarakat, ha már azt adja amúgy be. Persze mehetett volna egy reroll is. Candelabrador. Nem tudom, mikor jön majd a következő boss, ami így az evolve-ot hozza. Az a helyzet. Reméljük nem most volt. Bár nem volt kerek az idő. De attól még lehet, hogy volt boss itt. Körbe kell menni. Hoppá, itt is vannak ilyen
sárkányok. 13. percnél is vízom, hogy nem volt Evolvos boss, akit ugye most elvittünk. Jó. Gyűjtöm az XP-t vadul. Kikapcsolódása nagyon jó ez a game, jól gondolom? Hát nem minden játéknak az a lényege, nem? Zonagy. Mindjárt 14. perc, srácok. Na, most valami boss. Pentagram, tessék. Hát, ha elvitte a bossunkat. Húzni kell a pentát, srácok, hogy ne törölje az itemeket. Persze ettől még nem lesz sebzésünk. Úgyhogy nagyon nagy mázni kell ahhoz, hogy ne törölje a boss-t és vele együtt a ládáját. De hát ilyen ez. Oké, piros XP. Ezek a koponyák nagyon agresszívan jönnek. Piros XP. Tovább tartson az effekt, az amúgy mehet a virágnak. Piros XP. Meglátom a piros XP-t, rászaladunk gyorsan. Ja, igen. A lakunk 30% és 45%, tehát olyan 75%-nál van egyébként most a pentánknak az item törlési esélye, azért akarom még jobban húzni. A lak is hat rá, meg nem is tudom, mit mondtatok, hogy mi az, ami még hat rá. Valamit mondtatok még. Jézusom. Amúgy ezek nem is sebeznek. De nem is tudom őket megölni. Mert hogy én se sebzek. Üdv mindenkinek, srácok. Sziasztok, sziasztok. Nagyon jó. Ez már oké. Tehát ott az evolvunk. 95% esély van arra, hogy nem töröl a penta itemet jelenleg. Úgyhogy nagyon jók vagyunk. Megvan a dupla pisztoly. És hozhatunk valamit mellé, valami fegyvert. Hát alapvetően, hogyha nem akarsz összerakni egy speckó buildet, akkor csak így kiválasztod az itemet, ami neked kell, azt sámész tovább. Most lehetne amúgy törölni a tiramisút egyébként. Én azt mondom, hogy Gatti Amari. Ez csak a móka kedvéért, mit szóltok? Ott vannak a cicákok. Jó sok cica van már most. Jézusom, már most ilyen kis szinten a cicák ilyen jó. Ajaj, valami sebzés az így jött rám nagyon. Nincs még brutális sebzésünk, lehetne, de még nincsen. Hát a pentát fejlesszük. Jó, hát végül is ki kéne hozni a penta evolve-ját, ami brutális. Jó, legyen a macska fejlesztés. A duplikátor miatt? Amúgy lehet. Meg a passzívom miatt. Az helyzet, nem tudom, hogy a cicák száma az mi alapján múlik, az projektálisnak minősül-e. Mert például egy minecart, ha jól tudom, az nem minősül projektálnak. Madár fejlesztés. Aztán a fekete madár is jöhet. Jó, néha ki kell szaladni, hogy összegyűjtsük az XP-t. Um,
ott egy láda. Na srácok, Pentagram Evolve következik. Honnan jött, jöhetett amúgy a karakter, ami egy kutya, aminek virágok jönnek ki hátul? Szia Máté. Ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem. Készüljetek fel arra, hogy most már nem is kell menni az XP-ért, mert az XP jön hozzánk. Igen. Pont amit Stella mondta, hogy innen most már akkor ki se kell mozdulni. Na, hát akkor jöjjenek. Ah, jó, hát akkor cica. Tessék. Cica. Madár. Cica. Még jól látszódik a fejem, srácok? Hogy bírja a bitrét? Ha valaki nem értene, hogy mi történik a képernyőn, kérdezzen nyugodtan. Hát nem sehogy? Ajaj. Madár. Madár. Igen, a macskákban a szívás, hogy bejöhet úgy egy boss hozzád, hogy nem látsz semmit. Most is például simán lehet, hogy ez fog történni. Ott van valami piros, de az lehet, hogy a virág... Ajaj! Itt történt valami! Szerintem ezt ti is láttátok, hogy valami történt. De hogy mi, nem tudom megmondani. Itt lehet, hogy volt egy boss. Nem látok amúgy bosst. Nem tudni, mi történt. 720p-be király. Mi történik a képernyőn? Hal az ellenség. Jelentem, hal az ellenség. Nagyon hal. Az a helyzet, a virágok most már nem ölnek semmit, tehát nincsen healünk. Az probléma, nem? Jó, próbálok így pörögni, és akkor a virágok eltalálják az ellenséget. Pörögni kell. Tehát egy helybeállás az amúgy jó, de pörögni kell. Pörgünk. Nem tudom, mikor jött a következő boss, ami evolution-ös cuccot dobhat. Nagyon jó. Cica. Spellbinder. Itt van valahol boss amúgy? Nem, még mindig nem látok bosst. Hopp, ott valami történt. Ott lement egy kicsit a HP-m. De itt most amúgy boss van? Amúgy valószínűleg boss van, srácok. Igen, ott valami határozottan követ, de csak a sebzés számot látom. Meghalt, az egy boss volt. Az egy boss volt, srácok. Ha nem lenne sebzés szám, akkor nem tudtam volna, hogy boss van. Na hát, most el kell majd dönteni, hogy mi legyen az utolsó itemünk. Valami vicceset kéne. Amúgy lehet, hogy a Death Spiral-t kéne kihozni. A kést az biztos, hogy nem hozzuk ki, az ide nem jó. Lightning Ring, na az egy elég vicces item. Azt szerintem itt elég vicces. Tehát a Lightning Ring-gel tényleg nem fogunk látni semmit az égvilágon. Jó. Ott volt valami sebzés, nem tudom, az egy macska volt valószínűleg. Most már 720p-be se jó? Ajaj. Lesz ez még így se, srácok. Big money a házhoz. Ja, nem volt semmi evolution-ös cuccunk. Az gond. Mi az, ami még lehet? A Lightning Ring, igaz? Igen, a Lightning Ring jöhet. Ja. Hát akkor azt kéne felhúzni gyorsan, Lightning Ringet. Hát így egy láda mínusz, de semmi gond, srácok. Ez nem azt jelenti, hogy vége a ránnak, csak az, hogy noob voltam. Így forogni kell amúgy a virágokkal. Ezeket a streameket YouTube-ra kéne tolni? 100 000-es bitréttel. 100 000-es bitréttel.
Na tessék, ha még forgok, akkor pláne kampó a bitrate-nek amúgy. Itt volt valami hang, hallottátok? Ilyen... Ez mi volt? Skippeltem egyet, de miért? Istenem, pedig meg lehetett volna. Ott a láda, van egy ládánk, de nem látom amúgy, hogy hol van, de van ládánk. Tehát valahol balra lent van egy ládánk. Egy aromat kaptok? Ajaj, akkor lehet, hogy be kell csukni a szemeteket. ...1080p-ben még jó? Na, ez király. Az ott valami boss. Srácok, meghalt még egy boss. De ez a 21 perces boss. Ezt tudjátok, hogy milyen boss, ugye? Ez egy olyan boss, amiben nem lesz evolution. Tudjátok, hogy miért? Mert ez Arcanát hozott. Na, duration, revival, aha. Speed, projectile speed. A virágra hat a projectile speed egyébként. Mehetne végül is megnézni. De amúgy a duration is hat rá. Tehát, hogy így, hát mit tudom én, legyen akkor duration, tessék. És akkor most mehetünk le, mert megvan a Lightning Ring level 8. Hügy. Ez a random azon most jött a játékba? Nem, előző patch-sel, két hete. Na, megvan a duplikátor és a Lightning Ring fejlesztése. A Thunder Loop. Cicákok, nyomjátok! Virágok, nyomjátok! Pentagram, te is nyomjad! Akkor tudjátok, hogy bajban van a bitrét, amikor már nem látszik olyan jól a fejem. Most egy halál és jöhetne az új passzív? Amúgy igen. Nem tudom, megjolózzuk-e. Lehet, hogy nem kéne jolózni. Nem tudom, hogy milyen a pálya. Mondjuk... Nem is fogom tudni, mert hogy nem látok semmit az effektek miatt. De szerintem ti se látok amúgy semmit az effektek miatt. Jaja, lehet... Kontrollált olod, akkor a kis és a lila ládát lehet skippelni a körrel. Ja, tudom, hogy így ne legyen animáció, arra gondolsz? Nem kell megvárni a nyitást. Jajaja, azt vágom. Köszi. Most jónak tűnik amúgy. Milyen a két új randomazó? Nem tudom. Még nem vágom őket. Kifolyik a monitor a helyére? Hát ez most egy olyan... Ez most egy nagyon beteg build, srácok. Itt tehát gyakorlatilag minden is történik a képernyőn. PC-n. Azt PC-n hogy tudom csinálni? Hát a PC-n... Jelenleg csak PC-n van a játék, amúgy ez kell elvileg. XP! Gyere, Bitcoin, gyere! Nagyon pride-os a kép. Minden van a képen. Hú, jó, ez a kecske szimulátor sokat változott. Ha egérrel kattintasz, akkor is skippel? Nem tudtam, srácok. Én azt hiszem egyszer játszottam egérbillentyűzettel, de nem volt panaszom. Üskés állat! Köszi szépen macska kajára a támogatást. Köszi szépen a 12 hónapot, és köszi, hogy a Prime-odat még te is mindig rám használod el. Srácok, peregjenek a szvegák. Szia, hint, szevasztok, üdv mindenkinek. Jöjjön a money. 96-os a szint. Az a helyzet, hogy az árkenek nekem még nincsenek meg, én ma rögtön az új pályával és az új karakterrel kezdtem. És hát legalább az új karakterrel lemegyek level 100-ig, amúgy nem is kell ilyen, tehát 30 percig kell túlélni, azt hiszem. Na most megnézem.
30 perc kell a bonzomba, és Osole Mio-val level 100. Bitrére. Bitrére, köszönöm szépen, Szemaz. Tehát level 100 és 30 perc kell nekem itt, srácok. Az XP-t már nem adja olyan jól. Azért körözök jobbra-balra, srácok, hogy a virágok repkedjenek. Ajaj, ez itt egy boss. Ez itt egy boss. Ez itt meg nem tudom mi volt. Ez kvont, srácok. Nem látom, hogy mi történik a képernyőn. És meghalt a bossunk? Márha egyáltalán volt? Volt? Nem volt. Akkor csak nekem jött az enemy? Na hát a level 100 se lett volna, meg a 30 perc se. Most kapom. Jézusom, jön. Kapom. Kapom, csúnyán kapom. Adjad a healt! Adjad a healt! Így is jó. Itt nem tudom mitől. Ez nagyon nagy gond, srácok. Nem látom, hogy mi történik a képernyőn. A damage számokat kéne kikapcsolni? Amúgy lehet, hogy azt kéne kikapcsolni. Flashing VFX. Ott egy láda. Ezek a zöld csontvázak milyen szemetek már? Nem tudom őket lefutni. Jó, egy kis sebezhetetlenség. Ez a game over hogy történt? Hát a game over akkor történik egy játékban, hogyha meghalok. Elfogy a HP-m. A láda azért kellett, mert ilyenkor sebezhetetlen vagyok. Iszonyatosan gyorsak ezek a zöld csontik. Hol kéne élni ezt a vévet, ahol ezek a zöld csontik jönnek? Flappy! Köszi szépen a támogatásodat. Köszi szépen a 13 hónapot. Srácok peregenek, tüskés állatnak, illetve Flappynek is a szögek. Spenót a damage miatt? Nem master? Nem. Jó cucc a Spenót, de... nem annyira. Miért haltam meg? Azért haltam meg, mert nekem jött az ellenség. És... meghaltam. Érted? Nekem jött az ellenség, sebzett rám, és nem tudtam elszaladni. Ez történt. Sajnos. Az egy bossnak tűnik. Ajaj, ez több nagy boss. Látszólag, persze. Igen, ezek az első nagy bossnak tűnnek. 26. perc, nagy bossok. Boss-szerűségek. Uha. Hát, mennyi revive-unk van még? Azt írja, plusz egy. Ez szívás. Inkább a HP-t hoztam el, mint a pészt. Amúgy most itt kéne pörögni, forogni. A macska párbajba. Azt, hogyha nagyon fogy a HP, akkor kiszaladni belőle. De a macskák nagyon szépen sebeznek egyébként. 27. perc. Jók vagyunk, ott egy láda. Öltünk egy boss közben. Jó. Nyitjuk. Pénz. Opa, ez hülyeség volt. Ilyenkor a pénz kellett volna felvennem max HP-n. 27. perc, a cica harc még mindig tart. Ott kell benn maradnunk, ha tudunk. A cica harc megmenteti a ránt. Köszi szépen, srácok, a pergetést Klepinek és Tüskés Állatnak. Én is mindjárt bepótolom.
28. perc közelít. Van-e cél a rámba? Achievement? Igen. Ez az első ránom ezen a pályán, és az első ránom ezzel a karakterrel. Tehát a 30 perc ezen a pályán, illetve a level 100 ezzel a karakterrel. Az a cél. Huszonnyolcadik perc. Figyelni kell arra, hogy most jön-e valaki. Valami kedves lény. Hát a HP-m az fogy csúnyán. Jó, itt egy boss. Hozott nekünk pénzt. És túl kell még élnünk, srácok. Másfél percig. Hát, nem tudom. Cica harc jöhetne. Amúgy. A szintlépés is meg tudna menteni. Nem látom a cicákat. Van egy olyan probléma. Cicákok! Ott van, ott nyomják a cicák. 29. percnél is jöhet boss. Jó, a cicákok pusztítják az enemit. Aha, az ott bossnak tűnik. Jó, hát amúgy az nem boss volt. Szerintem. Mi ez a sebesség? Rip. Rip. Ez nagyon komoly volt. Nem láttunk semmit. Na, hát 341 milliót sebzett a Penta Evolve. Úgyhogy most ide kell jönnünk még egyszer. De a jó hír, hogy egy achievement megvan. Az, hogy ezzel a karakterrel játszottunk. Hát, nem a legjobb. Nem a legjobb, srácok. De tudjuk legalább, hogy ez milyen. Jól van. Mire vagyunk kíváncsiak? A cicák iszonyatosan rosszak voltak. A Celestial Dust iszonyatosan rossz volt. Tehát... jó. Nem játszunk ez. Hát mondjuk, figyeljetek. 20 szintenként projectile kapunk, az amúgy alapvetően nem rossz, de hogy így nem ez kell most nekünk. Tehát akkor újra próbáljuk Gennaroval. Igen, Gennaroval a Bone Zone-on. És ezzel most az a feladat, hogy 99-es szintet csináljuk meg. Gennaronak egyébként van nagyon jó randomazója, a Slash. Tehát kritálni fog fixen. És ő késsel kezd, tehát a késes evolve-ot ki fogjuk venni. Jó. Késes evolve. A Bracer kell hozzá, oké. Nyomjuk. Köszi szépen a pergetés, srácok. Amúgy nem szeretem annyira a késeket, főleg nem első itemnek. De... a kések egy nagyon jók. Tehát, hogy a kés brutális boss killer. Tehát a kés Bracer. Candelabrador. Szentelt víz esetleg. Jó, erre, ezt a kört reroll-oljuk. VIP. Na, nagyon jó. Nem is tudom amúgy. A VIP kritelhet. Ja, bekapcsolom már, hogy lássátok. Ezt a ránt most a kritre fogjuk építeni. Mondjuk ahhoz kéne tudni, hogy mik kellenek még. Hát, hogy itt az egerem, és akkor azt mondja, hogy Vampire Survivors Arcanaz. A cross jó. Akkor az lesz. Ez a slash, igen. Amúgy nem írja.
Nem írja egyébként a cross-t. Mármint, hogy a cross nem írja, de az evolve-ját igen. Az a random azon el ott volt. Ja, az evolve az ott volt. Ja, igen, az evolve az ott volt, de a cross az nem. Hűha. Amúgy ezt is elhozzuk, mert kell az axe belőle. Ja, valószínűleg akkor a wiki nem volt jól... Vagy jól volt? Pont, hogy jól volt? Jó kérdés. Le kellett volna fotózni. Na, hát ez biztos, hogy nem hozunk macskát még egyszer. Lehet a sima cross nem kritelhet. Aha. De a izé, a Thousand Sword, az evolve az meg kb. Mindig kritál, nem? Legalábbis én azt vettem észre. Ez egy olyan build, amit nem szoktam tolni, de ez is volt már sikeres. Oké, tehát az Axe... Igen, igen, az nagyon sokat kritál a Thousand Sword. Ja, hát ezt elhozzuk az evolve miatt. A Bloody Whip lesz így. Tehát ezzel a karakterrel a level 99 a cél. Ha összejön a 30 perc ezen a pályán, az bónusz, de amúgy nem az a cél. Macskának lesz majd evolve valamikor? Hát ez egy olyan kérdés, hogy... Oven, nem tudunk ilyeneket. Nem tudunk ilyeneket. Egyedül akkor tudunk ilyeneket, hogyha jósok vagyunk, de én nem vagyok jós. Ha valaki vár a tenyérből jós lesz, akkor az én tenyeremből megmondhatja. Te válasz, Szemansz, jól van. Szentelt víz csábító egyébként. Ilyen kés. 86-okat sebzünk egyébként. Betegek a kések. Pentagram, na ne csináld. Akkor már inkább a cross fejlesztés. Mármint, hogy a cross-t fejlesztem, hat fejlesztem. Vagy adj egy axe-ot. Az axe-nak nagyon tudnék örülni. Köszönöm szépen. Csak kérni kellett. Látom, szereted a farkasokat. Na, nem szeretem a farkasokat. Ez most hogy jött? Aha, kell a Clover. Ja, meghalt közben a boss. Gondolom a logóddal keverte. A logómon egy ház ki van, srácok. Puskázunk? Amúgy én puskáznék. Legyen olyan sebzésünk, ami ilyen
Hát ilyen... ilyen irányba megy. Na, ezt a szót kerestem. Hogy lehet ezt jól mondani? Átlósan, igen, átlós sebzés kell. De még mindig nem tudom amúgy mi legyen az utolsó. Hát így kell ugye tiramisu például. Ez amúgy nagyon csábító, de nem hozhatjuk el. Nagyon szép a sebzésünk. Főleg a késeknek. Késeknek brutális. Nézzétek, az a 90-es sebzés az a késektől jön. Igen, a másik puska az nagyon kéne. Hogy így bebiztosítsuk a fegyvereket. Jaj, ja. Aha. Az empty tomb amúgy jó lenne. Lehet, hogy így akkor nem is a izét kellett volna elhozni a puskákat. Ez amúgy bossnak tűnik. Na, boss, gyilkolászás. Hát nyilván nem tudom letankolni, de hogy így... mert mindjárt meglátjátok, hogy milyen szépen hal a boss. Tessék. Hát nem tudom, Máté. Aha. Az Axe-nak az evolve-ja. Ja, várjál. Amúgy nem tudom, mi kell, mihez kell a Spenót. Mindjárt megpuskázom. Spenót. A Spenót az a Firebant-hoz kell. Herrik. Tehát, hogy az Axe-nak az evolve-ja a Candelabrador. De elbizonytalanítottál. A 128-at sebeznek a kések, brutális. Semmi gond. Nagyon brutál sebzése van most már a késnek. Kell az XP. VIP. Szeretjük a VIP-et. Az első item, amivel sokat játszottam. Bár eléggé elhanyagoltam. A meta build-embe nem való. Se a VIP, se a... izé... kés. Hát ez most már meg a maxos kés. Már csak ugye egy evolve kell rá. De az még egy jó ideig nem fog jönni. Még 3 perc. Na milyen a 7. percnél? Sok csontváz. Sok köpködés. VIP randomazzó heal. Összehozható egyébként most. A randomazzós heal. Sok XP. Szevasz, madari. Irítós volt, képzeld. Hát én most itt a cross-t húzom.
Ezen a pályán nincsen csirke? Ah, akkor ezt jól vettem észre. Macskák nem tudtak itt a csirkéből attack power-t szerezni. Akkor az előző rán azért ment tönkre. És már tudjuk mire fogni. Ah, pálya miatt volt szar a build. Na, kéne a másik pisztoly. Hát itt sok a pénz. Jézusom, azok a kutyák milyen gyorsan elhullanak, hogyha hozzáérnek a késeim. Axe. Az Axe is brutál lesz. Az ott egy boss? Ott egy boss? Hát, most még ne... Nem öli olyan gyorsan, sajnos. Mi a fene? Szerzel magos sírke, azt imádom, madari. VIP. Ez nem néz ki jól. Megegyezhetünk ebbe, srácok? Illetve Candelabrador. Nézzük csak, Candelabrador mire hat ezek közül? Hat a késre, hat a crossra. Hat a fegyóra. Mi van még? VIP. A VIP-re is hat. Jól van, hát akkor hat. És hat amúgy az Axe-ra is, mert annak amúgy a passzívja, oké. Okay. Jó, már szép sebzése van egyébként a VIP-nek. Maradjon itt az Axe. Szia, mit gondolsz Game of the Year? Mr. Mad. Szerintem ez egy nagyon jó játék, de attól nagyon távol áll, hogy Game of the Year legyen. Itt a zöld halál. Hát, nyomunk egy rerollt. Persze, kaphat. Szerintem kap, tehát kaphat, és kapni is fog díjat ez a játék idén. Az biztos. Azt nézem, hogy arra a halálra nem nagyon van sebzésünk. Tehát, hogy ha nem nagyon van, az azt jelenti, hogy nincs. Csak nagyon kacifántosan mondtam. Mármint, hogy számomra Game of the Year. Nem nagyon szoktam ilyenekkel foglalkozni, mint Game of the Year. Szeretem a Vampire Survivors, de jobban élveztem egy Elden Ringet. De simán lehet, hogy a Graveyard Keep-et még jobban fogom élvezni, és tudom, hogy az nem idején megjelenés. Ahogy értitek. Itt van kettő boss, itt megjelent egy második boss, a koponya, tehát egy perc alatt nem sikerült megölni ezt a csontvázat. Azt ciki. Kéne a másik puska még mindig. Na, hát ebbe lesz egy evolvunk. Ugye? Lesz evolvunk. És kell a késhez. Késhez kell a bracer, ami megvan. Jó.
De amúgy a Bloody Whip-ünk is megvolt. Ja, nem figyeltem, hogy kettő is lehet. Jó, Arcana. Ezt ugye elvittem, elvitte egyébként az előző rámba a Penta. Na itt van például az, hogy ki tudjuk venni a híleset. Van speedes is, ez biztos, hogy nem kell ide. Hát, amúgy... Hát... Kivehetjük a híleset, srácok. Megnézhetitek, hogy milyen. Duplázza a hívjét a Bloody Whip-nek egyébként. Ja, 16 HP-t tölt egy találatra. Még mindig várjuk egyébként a másik puskát, tehát az nagyon jó lenne, hogyha feltűnne. Egyelőre nem úgy néz ki, mint ami fel akarna nagyon tűnni. Megállunk egy helyben, nézzük, hogy bírjuk. Tudod valamennyire irányítani, hogy merre lősz? Hát... Egyrészt nincsen bumerángom, másrészt a kések arra lőnek, amerre nézek. A Bloody Whip, az ostor pedig mindig a karakterem fölé lő. A... Ja, várjál, a bumeráng a cross, hogyha arra gondoltál, igen. Tehát, hogy van bumerángunk, igazad van. A cross az úgy csinálja, hogy a közelebbi ellenfelem felé lő, hogyha jól tudom, és akkor... Onnan megy visszafele a pálya másik oldalára. Tehát az néha lehet, hogy haszontalan. Amúgy jól bírjuk egy helyben. Tiramisu is kéne. Ja, szóval van izé... Bumerángunk, hülyeséget mondtam. Tehát így néztem a bildemet, mondom, mi lehetne az. Ja, a cross az az. Ez egy bossnak tűnik meg. Mondjuk rá kéne nézni, akkor lehet, hogy jobban sebezném. Az a helyzet, hogy itt állok az ellenségek közepén, és nagyon brutális a sebzésünk. A crossnak az evolve-jához kell nekünk a Clover, ami megvan már, oké. Okay. Tehát most konstans... Kés dobálás van, srácok. Azt az evolve-ot vettük fel, ugye a késnek ez az evolve-ja. Meg nagyon szép lesz majd a sebzése, hogyha megnézitek az összegzést a végén. Nagyon jó. Most kell tiramisu. Tizennegyedik perc, eddig jók vagyunk. Ilyet a Candelabrador. Brutális. Nyilván is ott megenni én is. Megennék most egyébként. Húzzuk az Axe-ot. A Death Spiral brutál cucc. Mondjuk a Crossnak az evolve-ját is nagyon szeretem. Ha jön egy boss, akkor hamarosan lesz evolve-unk. Azért cikkja nem adja be. Beadta. Ion várt, mire leírtad, addigra be is adta. Úgyhogy most már tényleg csak a tiramisu kell. Ion várt, bocsánat. Mondjuk én egy jó pen... Az a helyzet, hogy meg kell nézni, hogy mik kellenek. De a tiramisut még nem biztos, hogy beadja. Ó, dehogy nem, srácok. Dehogy nem. Ott egy boss. Nyomom. Nyomom a boss-t. Jézusom, mennyi HP-ja lehet annak a bossnak. Itt a spirál.
Ennek is szép sebzése lesz a spirálnak. Megjöttek a spirálok. Jó, hát fejlesztünk, ez még mindig jó, tehát hogy amíg fejlesztések jönnek és nem új olyan passzív itemek, amiket nem akarok, addig jók vagyunk. Jónak tűnik a crit build, de nem broken. Brokennek nem mondanám. De jó. Fel kell szedni a sok XP-t. Ha megjöttek a kis zöldek. Kis zöldekkel nem emlékszem, hogy mi volt a baj. Az volt a baj a kis zöldekkel, hogy egyszerűen nem volt annyi sebzésünk, hogy gyorsan eltüntessük őket a közelünkben. Duplikátor nem meg kéne? De, azon gondolkozom, hogy lehet, hogy egy jó Lightning Ring duplikátor kéne a végére. Ja, a Biblia Song of Honor nyilván, csak ez most nem egy olyan build. Mármint, hogy ja, ezzel a karakterrel is össze lehetett volna hozni, csak így az árkánájával így építettem meg, hogy ez ilyen árkánát kihasználó build legyen. Hát jaj, csak a projectile speedet nem biztos, hogy beadja. Az kell szerencse. A tessék, itt a tiramisus kacok. Mondtam én, hogy ezzel nem lesz gond. Igaz, 17. percben megvan. Nem? Lassan szívás lesz. El kéne nagyon tüntetni a puskákat. Itt egy boss. Na, te tudunk-e valamit? A cross tudjuk fejleszteni. Na, tehát megvan a cross evolve is most már. Mennyi sebez? Bárcsak látnám. Hát nem látom amúgy. 300-akat sebez, ahogy látom. Az amúgy király. Ja, a randomazók még randomabbá teszik ugye a rend. Jó lesz az, srácok. Próbálok pörögni. Tisztogassam így a körülöttem levő enemiket. Jó, hogy állunk a... Aha, a másik puskának kéne még a 8-as szint. Most már adhatná egyébként a fegyverfejlesztést. Ebbe még belebukhatunk így. Ez még így bukó lehet, srácok. Ezzel a karakterrel a 99-es szint a cél egyébként. Ott az egy boss. Egyszerűen nem tud ide érni hozzánk. Jó. Nem akarjuk most felvenni a ládát. A duplikátor elhozzuk, srácok.
Ez kell. Kicsit kisegíti a ránunkat a duplikátor. Egyrészt nem kapunk hülyeséget. Most már jó lesz szerintetek? Nagyon kellett a duplikátor, igaz? Mint egy piros XP. Még egy szintlépés, és akkor a ládából ki lehet venni. Az igen, ez a 20 perces boss, ez azért... Hát nem szarozik. Na hát akkor én se szarozok. A biblia? Hát Dani. Biblia nem rossz, de ez a build, ez nem kell. Meg szerintem nem az, hogy nem kell, nem is jó. Jön a kör, srácok! Yes, PUBG! Köszönöm szépen, akkor mehet a Ben is a hagymára. Ez egy friss játék, mód. Mármint, hogy micsoda. Ja, ezt tegnap hozták be, ezt a pályát. Arra gondoltam. Egy percig van ez a kör. Ha, és itt van az árkánás koponyánk. Lövöm az árkánás koponyát. Nagyon tápos. Szegény Garlic, az új játékosok 90%-a azt választja, aztán meg soha senki. Hát na. Hát a Ben is a macskára. Amúgy a Song of Mana csábító. Még amúgy ez így Evolve nélkül is jó lenne a Song of Mana, amúgy. Jaj, de jó. Akkor madár, köszönöm. Azta, hát izé, mit akarunk? Gyűrűt. Ja, gyűrűt akarunk. Ja, itt az árkánás boss még mindig itt van. Jó? Na, itt hozzal nekünk. Na. Aha, speed. Van speedünk és van durationünk. Legyen speed. Jól van, Zonagy. Köszi szépen, hogy itt voltál. Szia. Szép napot neked. Szerintem a speed ehhez a buildhez nagyon jó. Ah! Nincs is duration fegyverem? Hát mind, ezek közül a fegyverek közül mindegyikre hat a duration, mondjuk nem tudom, hogy hogyan, de a legtöbbre hat. Nem mondom azt, hogy mindegyikre, de a legtöbbre hat a duration. Akkor lesz szívás, hogyha 50%-ig lemegy most a speedünk. Szerintem. Ott egy piros XP. Még egy piros XP. 4-es szint a Lightning Ringnél. Ott a ládánk még mindig, amit nem veszünk fel. Jó látni a sok kritet amúgy a képernyőn. Jó, 6-os Lightning Ring. Hetes. Ugye meg lesz a 8-as. Félek amúgy, hogy ezzel a ránnal se lesz meg a 30 perc.
Mondjuk amitől jobban félek, hogy a 99-es szint se lesz meg. Akkor egy kicsit jobban parázok. Még 11 szint? Mi ez 11 szint? Mizu farkas kölyök. Nem a 99 kell? Hát de ahhoz nem 11 kell. Tehát hogy 80 meg 11 az 91. Lehet kellett volna az orb? Lehet amúgy. De tehát hogy azzal nincsen gond, én körbejárkálok. Na. És már egy kicsit gyorsabban fognak halni. Legendás! Vagy a korona? Nem hiszem. Hamarosan úgyis rengeteg XP-t kapni fogunk. Csak, hát necces. Necces, hogy 24. perc lassan, és még csak 80-asok vagyunk. Úgyhogy egyébként a power-up-ok közül egyébként az XP az így ki van húzva. Két percen belül két legendás láda. Ilyen nincsen! Ihanter eltörte a játékot! Ennyi. Az attraktor jó, mert hozzá lehet rakni a szentet vizet. Igen, csak ehhez a wieldhez nem. Tehát, hogy ehhez az arcanához nem jó. Szerintem, srácok. Hogy a szentelt víz nem segít ez a... ezért. Nincs ez a gond egyébként, srácok, hogy nem tudok jó köröket menni, mert hogy így... alapvetően megvan a kedvenc buildem, amit szoktam játszani. Most azért játszunk ezzel, mert hogy ez egy ilyen. Tehát Gennarohoz építettük az Arcanát, Gennarohoz építettük a magát a buildet. Hát jó, egy-kettő item az így elég lutri most. És így kísérletezünk. Kicsit komfortzónán kívüli buildet nyomunk, amit egyébként nem szoktam csinálni. Hogy így megnézzük, hogy ezek az Arcanák mennyit segítenek nekem. Aztán pláne nem tudom, hogy mikor jön ide boss. Ja, így az árkenák miatt szinergiákat nézegetünk. Ez tetszik egyébként. Ez a krites, speedes, híles build. Ott a boss, balra. Na nézzük. Tehát eddig a nap. Jól. Bár még 30 perces ránt nem nyomtunk ma. Ez azért volt, meg kipróbáltuk az új kutyus karaktert, a virágos kutyus karaktert. Ez meg a második buildünk, mert ez a második ránunk így a mai nap. Na, most kell 11 szint, srácok. És ahogy látom, most jönnek valaki. Bosszok? Bossz-szerűségek? Legutóbb amúgy azért szívtunk egy csomót az árkenák teljesítésénél, mert nem vettem észre, hogy a hurry mód be van nyomva, de most nincs benyomva, ez biztos. Kell. Még XP, még! Nem tudom, srácok, így... Nem érzem amúgy ezt a buildet olyan erősnek.
Amúgy valószínűleg a Lightning Ring és a lézerek helyett valami más kellett volna. Csak annyit lehet amúgy finomítani. Rune Tracer például. A szépet robban. Meg jól carry-zi az early-t. Utolsó egy perc, már utolsó két percben is bajok voltak előző körnél. Szerintem a 99-es szinttel nem lesz gond, tehát az most már így szerintem simán meg lesz. Na, hát ugye 28. perc. Akkor lehet, hogy elszóltam magam azzal, hogy simán meg lesz. Azért még a pészt! A pészt! Jaj! Van valami? Ott egy boss, srácok. Bár csak látnám jobban. Amúgy, ha már HP-t tölt, és akkor lehet, hogy valami ízét kellett volna hozni. Valami HP-t töltőset. Kritelős cicek, a kritelős cicek voltak a legrosszabbak az előző buildben, srácok. 900-as damot nyomtak. Kritelős cicek nincsenek itt nagyon. Nincsen kaja a földön. Na jó, srácok. Még ajaj. Jó. Hát még kell nekünk 3 szint. Nyomjad, Bloody Whip, nyomjad! Ajaj. Hát annyi XP csak lesz. Annyi XP csak lesz. Mondom. Jó. Tehát az a gond, hogy most teli voltunk enemivel. Piros! Hogy... körülvesznek az enemik. Na hát, igazából csak izgalmassá akartam tenni a ránt. Vajon meg lesz-e? Utolsó pillanat. És Jánter megcsinálja, vagy nem? Lehet az empty tomb. Milyen izgalmas! Ott is van. Sikerült! 99-es szint, 30 perc. Köszönöm szépen. Na nézzük, mi volt a legrosszabb. Szegény VIP. Szegény Thunderloop. Szegény Thunderloop amúgy tényleg. De a spirál, az nagyokat ment. Na, Gennaro-val meglett a 99. Illetve a bónzónom megadta a 30 percet. Köszönöm szépen, ennyi elég is volt a bónzomból. Oké, még akkor le kell menni Imeldával. Le kell menni Imeldával. És mi kell még nekünk, srácok? Valaki emlékszik, hogy milyen achievement kell még nekünk? Hát, ja, csak a Thunder az így abszolút nem... Tehát, hogy nem kapott... Mondjuk kapott arra a növelést. De hogy így cooldown csökkentés is kellett volna... Oda nézzetek. Micsoda, Imeldával kell még nekünk egy kör, az csá. Srácok, ezt látjátok? Még egy kör Imeldával és csókolom. Na, hát akkor mehet. Újra 100%-oljuk a játékot. Bonzont azt így elengedjük.
Nézzük csak, mit tud Imelda? XP. Hú, hát ez nagyon hasznos. Ez nagyon hasznosnak tűnik. Viszont Imelda kezd a Magic Wand-dal, aminek az Empty Tome jó. Úgyhogy mehetünk a könyvtárra. És mit kéne összerakni? Mit kaptunk most, ugye? Azt se tudom, hogy mit kaptunk most. Srácok, valaki tudja, hogy mit kaptunk most? Ez az itt? Ez, ugye? Nem. Mi az, amit kaptunk? Ajaj. Gennaro, 7-es. Patoghatnak a cuccok. Oh, wow. Ez a patogás elég király. Ez az Iron Blue Wheel. Az helyzet. Végül is lehet hozni. Jó, de az a helyzet, a lézer az nem fog pattogni, tehát pattogni fog az axe és a spirál. Jó, hát gyakorlatilag az axe és az evolve, a spirál fog pattogni, meg az elején a puskák. Jó, szerintem szeretnétek megnézni, én szeretném kipróbálni, hadd szóljon. Igaz, srácok? Jaj, de jó, hát ez micsoda kezdés, amúgy nem is tudom. Axe, jelent akkor. Na, nyomjad! Oda néz, hogy pattog. Pat. Ja, hogy ezek így pattognak, értem. I see. Jó, csak a kés most nem mozom, mert... Jó, lehetne amúgy hozni. Jó, akkor hozzuk. Na, nézzük, mit írt még. Tehát, hogy legyen vicces. Azt mondja, 7-es, igen, tehát, hogy kés, jó, legyen a kés. Vipet írta? Nem írta. Hú, aszta, hát ez nagyon jó választás, aszta. Jó, ezt azért, hogy lássátok, hogy itt bizony hagyma gyűlölet van. Cross pattokat? Nem pattokat. Korona? De koronát? Elhozzuk a koronát. Legyen egy pentagramunk, mit szóltam. Hagyma gyűlölet! Amúgy csak krappát akartam kihozni a lurkba. De sikerült. Hát, hogy jelentem, sikeres volt a misszió. Krappa 100% már a game? Az itt a kérdés. Köszi. Biblia az én istenem. Szevasz, mókás. Jézusom. Látjátok? A Bibliát és a hagymát kellett megemlíteni ahhoz, hogy partnerek tűnjenek fel a csatornán. De hogy direkt inkább hülyeskedek, hogy ne vigyen végig. Aha. Olyat én is szoktam. Mondjuk olyat a Siege-be szoktam csinálni. 200-as szintű ránt akartál tolni? Nice. Az amúgy, ez nagyon csábít. Nem szabad megnyomni a pentagramot most még. Végigvitted egyszer a Siege-et? Wow, mókás. Hát akkor azért nem játszol már vele. Ez a pattogás, ez tetszik, de hol vannak a puskáim amúgy? A Scrap a kedvenc játéka. A Siege, én úgy tudom. Hú, miért tarolt az az X? Gyere rám, X! Jó, de hol a kés? Az a helyzet, elüldöztem a kést az előbb. A VIP nem kell. Ez az. Pattog. Nagyon jó. Hagy pattog. De nyomja. Pat. Így nyomják. Szevasz, Vic. Hopp. Aj. A Runetracer nem pattog véletlenül? Nem pattog. Mondjuk ő pattog alapból, csak nem az enemin.
Nagyon jó. Hát legyen. Mondjuk a Bracert lehet el kellett volna hozni. Hát ha akkor beadja hamarabb. Mint ugye Evolve lehetőség. Tyűha. Tyűha. Az Axe-ot kell elhoznunk, srácok. Na, megjött a bosszunk. Ó, miért pattant rá? Eltűnt. Eltűnt. Akkor átpattant rajta, hogy eltűnt a boss. Amúgy nem pattant rajta, nem. Konkrétan átszáguldott rajta egy ex. Te nem mókás, te még nem próbáltad ezt a játékot? Lehet hülye kérdés amúgy. Nem csalás? Nem, nem. Olyat én nem szoktam. Nem. Semmi játéktörés, de tegnap először. Na és hogy tetszik? Akkor még jó, hogy nem a meta build-emmel nyomol, mert akkor azt mondanád, hogy Jézusom! Ilyeneket mondanál. Vagy hát ez nem is az a játék, amiben én játszom. Ilyet mondanál. Nagyon jól működik Lost Ark leszoktatóként. Na, le akar szokni a Lost Ark-ról. Hogyhogy. Tegnap lett meg az első győztes köröm Vampire Survivors-be. Na, gratulál, Roni. Hogy és mivel sikerült összehozni? Oh, ez az. Pattogós kés. Srácok, ez kamu info volt? Na várjunk. De hát ott van. Bounce-ol. Háromszor bounce-ol. És átmehet falakon, meg ellenségeken. Na várjál, de én nem látom. Most ez hogy pattog? Ez fake info volt, srácok. A kés nem pattog. Túl lassan érkezik a content. Jaj, értem. Enemin átmegy. Aha. Eddig fennakadt az enemy valószínűleg. Nézzük csak! Látom, nézzétek, azok a knife-ok, amik így visszapat... Látszódik. Látszódik a pattogó knife, oké. Okay. Jó, oké, okay. Oké. Okay. Tehát, hogy nem volt kamu. Tehát, hogy enemy átmegy és még pattog is. Jó. Tehát itt van egy attraktorb. Mármint a felváltós, és most elmegyünk a könyv fele, az empty tone fele, mert most iszonyatos darálásokat végzünk az ellenségen, úgyhogy most jó. Ez így nem kell. Hát győztes úgy, hogy ha eléred a 30. szintet, nyilván akkor a halál még mindig megöl. De, amíg még naívak vagyunk, srácok, és tudatlanok, addig azt lehet mondani, hogy a halál így jön el a játékba, és őt nem lehet megölni. Pedig meg lehet ölni. Én még olyat nem akartam. Én ilyen rendes, én nem akarom még megölni a halált. Ajaj. Jó, na hát ez kellett. Köszi, Colors. Köszi. Ez az utolsó olyan ránunk, amivel achievementért megyünk. Mert hogyha ez a rán most sikerül, úgy sikerül, hogy meg lesz a 99-es szint ezzel a karakterrel, akkor utána mehetünk ilyen vicces ránokat. Hogyan választasz egér nélkül, ez valami 1-2-3-4 gombarázsat? Én kontrollerrel nyomom. Én ilyen kontroller mániás vagyok. Vannak akik ilyen Xbox, meg PS, meg ilyen iPhone, meg Android, valamelyik. Én ilyen kontroller. Elég baj az. Na, mi lesz a menü? Jó kis bundás kenyér? Zodiac, köszi szépen a 8 hónapot. Srácok, peregjenek a szvegek Zodiacnak. Krumplikás papri. Egészség majd, ha elkészül. Jól hangzik.
Izu Zodiac. Belegondoltál, Zodiac, hogy már nem kell sok nap ahhoz, hogy új meló legyen? Legelső ostoros karakterrel a library-ből jött össze. 30 perc, ostor, kereszt, biblia, ax, santa voltál és madár. Wow. Tök jó. Gratula, tényleg. Szerintem könnyebb kontrollerrel, mint billentyűzettel. Én próbáltam megér billentyűzettel is, mármint, hogy így most nem. Tehát, hogy billentyűzettel igen, de hogy így... Én szeretek kontrollerre játszani, mert hogy így kényelmes. Nagyon, nagyon nagy kényelem a kontroller. Érkezett egy olyan komment YouTube-on, amit lehet, hogy megerősíteni, vagy meg tudtok cáfolni. Föl tudjuk fejleszteni az empty tomot ugye 5-ös szintre. És itt van még plusz 3, vagy alkalomattán plusz 2 empty tom. Hogyha azt felveszem, azt mondták a YouTube kommentben, hogy az 6 és 7-re fog fejlődni. 6-os és 7-es lesz az empty tomom, ez igaz, srácok? Ilyet lehet csinálni? Nem próbáltam még, de most kipróbáljuk. Valaki azt mondja, hogy állítólag ez nem csinál semmit, valaki meg azt mondja, hogy hozzáadja. Jó. Megnézzük, srácok. De hogyha mindenki azt mondja, hogy bullshit, akkor én elhiszem azt is. De ki fogjuk próbálni, srácok. Csak én nem gondoltam, hogy ez így fog működni, mert még eddig sose csináltam ilyet. Nyolc perc. Statot hozzád. Oksa. A cooldownnál látni fogjuk úgyis. A cooldownnál úgyis látszódni fog. Na. Mapot hol lehet megtalálni? A harmadik pályán, ha jól emlékszem. Hamar a harmadik pályán. Így jelezni fogja, hogy merre kell menni. Hát az a helyzet, 8. percnél vagyunk, az van 3 fegyverünk, 2 passzív itemünk, ez nem a legjobb. Amúgy az a Halo akármi, az csak kéne, nem? Na, várjunk. Halo, Hallowed Heart, vagy micsoda. Ja, az a VIP-hez kell, hát azzal meg nem játszunk. Mert for ez durva? Nem tudom. Hát, szerintem nem durva. Az biztos, hogy ez a pálya, ahol vagyok, ez könnyű. Tényleg, hát kellenének még a puskák. A puskákat nem láttam sehol. Puskákat akarok. A háttérzene egyébként, hogyha fölveszük a macskákat, akkor megváltozik. Tehát úgy lehetne például pörgősebb a zene. Ja, amúgy ez kell. Ja. Puska. Hol a puska? Jó, hát akkor te akartad. Beniselem a shieldet. Szia, Mr. Lovzor. Ja, én nagyon szeretem a Song of Manet. Szeretem. Mit is néztünk, srácok? Azt mondja, hogy ehhez puskák kellenek, igen. És mi ez a Carrello? A Carrello az a... Hát ez konkrétan a chile. Amúgy hozhatunk chilét is. Vannak a rejtett achieventek? Rejtett achieventek nincsenek. Rejtett dolgok vannak a játékban. Macskákkal nem lehet OP buildet összerakni, mert a macskák konkrétan... Szarok.
Szerintem. Hát... Nem is tudom amúgy. Vipert tessék. Egyébként, aki esetleg nem tudná, hogy most mire megyünk ezzel a... Mit akarunk most ezzel a build-el? Hát, elérni a 99-es szintet, akkor állopoljuk az ő randomazzóját, az ő árkanáját, illetve most beraktuk azt, hogy pattogó kések, lövedékek, illetve pattogó axe. 10. perc, most elvileg van valahol egy bosszunk. Ha egy build OP és meg lehet vele halni 30 perc előtt, az nem OP. $6.9 millió damage-eltek a macskák? Amúgy... Ahhoz többször kéne egy hely, többször kellett volna egy helybe állnom így az első ránunknál. A macskák és a virág egyébként nagy lehet. Azt amúgy ki kéne próbálnunk a macskát és a virágot így együtt. Na végre. Ja, én szeretem az Axe Evolve-ot. Főleg azért, mert a hozzá szükséges kandelabrador az így nagyon jó. Madarazzunk, amúgy. Hát, figyeljetek. Jó. Kéne a másik fegyver. Igen, az nagyon jól megy a garlickal. Krappa! Krappa, idehozod a szektás embereidet! A garlic kedvelőket! Amúgy, ja, nincs gond a garlicra. Van már ilyen parancs, hogy garlic? Hol kell ezt megnézni? Van-e ilyen, hogy... Van-e ilyen parancs, hogy felkértem, hogy nincs? Nincs. Ez öreg hiba. Ez öreg hiba, srácok. Nincs ilyen parancs. Nincs olyan sincs, hogy garlic, de... De? Megtaláltam. Tessék. Itt van. Ó, igen! Ó, igen! Ó, igen! Duplikátor? A duplikátort úgy fogjuk elhozni, hogy nem lesz evolve-ja. A késnek... A kést azt nem evolve-altam végül. Ja, a tiramisút el fogjuk ahhoz kéne először a tiramisú. Na mindegy. Srácok, valaki lekopiszta egyébként a Vampire Survivors-t Androidra. Valami hülye neve van, nem tudom mi a neve. De hogy nem a Magic Survivor, mert hogy az az alapja a Vampire Survivor-nak. Van egy full copy játék. Azzal találkoztatok már? Én TikTok hirdetésként kaptam be. Esetleg valamelyikötök tudja annak a játéknak a nevét? Itt hozzák az árkanát. De nem a Magic Survivor a neve, srácok. Ha esetleg valamelyikötök azt mondaná. Azt mondják, sokkal rosszabb. Igen? Na hát a healing biztos nem kell nekünk, ez is, hát ez nem tudom. Tehát az a helyzet, ez nem tudom mikor jó. Tehát ez mondjuk, el tudom képzelni, hogy a virágos pályán, ahol nem jön enemy, ott jó. Illetve a Mad Foresten ott jó lehet. De amúgy nem hiszem, hogy jó. Fatfinger. Ez eléggé Fatfinger volt. Survivor Day Legend, azaz, Trugy. Jézusom, a leghaszontalanabb árkánát jelenleg, amit csak lehetett fölvettük. Az azért haszontalan, mert hogy így nem fognak a gyertyatartók felrobbanni. Édes jó Istenem. Jó, kéne egy tiramisu. Amúgy láttam, hogy kérdeztétek, hogy miért nem veszem fel a könyvet.
Azért nem veszem fel, mert azt így hetedik passzívnak akarom felvenni. Mobilo, több időt. Próbáld majd ki azt, amit Trugy írt. Az konkrétan egy Vampire Survivors copy. Tehát az nem, tehát nem szégyelli, hogy ő konkrétan lemásolta a játékot. Ez az, amit nem veszünk fel. Hagyma gang. Ha lehetne klánt alapítani itt a Vampire Survivors-ben, Krappa lenne a líder. Üdvözlet a mobiljátékok piacán? Így nyomják amúgy. Jó, mondjuk hol nem így nyomják, tehát hogy érted? Tehát, hogy nem csak a mobiljátékoknál van ez, de hogy ez... Tehát Androidon úgy nyomják a másolást, ahogy van pofájuk. Mit tudnék felvenni? Hát amúgy ebből nem lenne semmi, tehát akkor itt hagyjuk. Robbanának a gyártya? Na igen, csak az most itt szerintem annyira nem fog nagyot menni. Én valamiért azt érzem, hogy most nagyon jók vagyunk. Az amúgy kell. Nem kéne több fat fingert csinálnom. Jó. Amúgy úgy játszanék Bibliával, meg szentelt vízzel is. Mert minden pattog lehet nem érni meg evolvolni a fegyókat. Amúgy lehet. Lehet. A fegyverek involvolva sajnos nem fognak pattogni, srácok. Én egy betűt nem értek a játékból, de még nekem is úgy néz ki, hogy jó lesz. Igen, az a lényeg, hogy ne érjenek hozzám közel az ellenségeim. Jézusom, a pattogás az annyira durván kerizi a gémet. És az is durva, hogy az Axe, tehát a spirál, tehát a spirál lett meg azt hiszem elsőnek, és úgy pattog. Kipróbáltad ezt a kopit a mobilon? Na milyen? Zodiac. Nem sikerült megölni a kaszás, mert nem mentem még rá. Tehát az úgy kell rámenni, hogy level 1-esen hagyom a karakteremet. Elég tré. Hát... Azt tudom erre mondani, hogy a semminél jobb, ugye? Ott van. A spirálból a pattogás miatt cross lett, csak nem sebez annyit. Mint a cross. Amúgy tényleg? Ha várjatok, lelőjük a medúzát. Amúgy nincs szívem felfejleszteni a puskákat így. Ja, én elmondtam itt a klipben, hogy mi a véleményem a hagymáról. Szóval, hogy így nem vagyok én hagymagyűlölő, csak így mémelek rajta. Srácok, azt mondja, hogy Magic Wandhoz lesz majd a tom, a spirálhoz ott a Candelabrador, a puskához ott van a tiramisú, a madarakhoz nem kell semmi, szóval jöhet a villám. Például. A pentagram. Hát a pentagram. De sok minden. Ja, édes Isten, hát a Lightning Ring meg a pentagram is elfér. Most jövök rá.
Tudom, hogy egy madár van, de mindjárt lesz hely még egynek, és hogyha lesz még egy, akkor meg lesz hely. Értitek? Tehát akkor kettő hely lesz. Ja, szia, Sanyesz. Ja, tudom, hogy nincs meg a másik, de meg lesz. Szóval azért agyalok így azon, hogy most így hogyan kéne tovább menni. Mert már túl gondoltam a dolgokat. Hát, jó. Pentagon, Lightning Ring, igazából milyen itemek vannak? Mi lehetne vicces ezzel? Hát amúgy jó lenne a chile. Én a chilét szeretném. Jó, megvan. Jó, de akkor még mindig nem tudom, hogy milyen passzív item kéne. A chile. Passzív item. Spenót. Tessék, elhozzuk a spenótot. Mit szóltak? Jó, adjad. Na. Most, hogy ez megvan, gyorsan a... Föl kell venni. Na. Na! Nem hagyja a játék. Most mondjátok meg. Miért ilyen gonosz a játék? Tehát... Empty Tomb. Na. Fel kell húzni az Empty Tomb-ot mi a marabb, aztán nagyon gyorsan elszaladni jobbra. A többi Empty Tomb-ér. Szimplán azért, hogy leteszteljük. Az interneten beszélő emberek... Hát de nincsenek is balra, srácok, Empty Tomb-ok. Lesz még így balra Empty Tomb, skacok? Tehát, hogy én a plusz csak voltak, de hát akkor hogy vesz föl 6. meg 7. Empty Tomb-ot valami? Mutatná a nyíl, hogyha lenne. Én elmegyek azért, srácok, balra, mert azt mondták az interneten az okosok, az okosok most nem degradáló, hanem a tudósok. Hogy föl lehet venni 6., 7. Empty Tomb-ot, de nincsen 6., 7. Empty Tomb. Az oké, hogy nincsen, de 3 volt a pályán, srácok. 3 volt. Kipecselték? Akkor jó. Köszönöm szépen, srácok. Mostani patchbe javították, hogyha megvan a max, akkor a többlet törlődik. Ó, köszi szépen, srácok, az infót. Köszi. Ó, pedig ezt úgy kipróbáltam volna. De legalább most már tudjátok, hogy ilyet nem lehet csinálni. Meg én is tudom. Most is egy ember a fejlesztő? Én nem vágom, srácok. Ja, mindjárt 99, igen. Na, tehát akkor húzzuk fel a puskát. Mondom, a puskát! Nekem eddig sem ment 5 fölé, amikor próbáltam. Jó, puska. Köszönöm szépen. Akkor most jött a másik madár. Ú, de jó. Ez az Empty Tomb miatt egyébként ilyen, ez a lézer show. Hát ez biztos nem. Ne arra gúj, de hogy így, ez biztos nem. Azt mondja, hogy madár. Léci madarat. Az a helyzet, hogy simán lehet, hogy nem kapjuk be. És simán lehet, hogy ez nem lesz egy tökéletes rán. Benne van a pakliba. Nyilván szép lenne, ha összejönne, de hát benne van, hogy nem jön össze. Óha. Lehet, hogy most szúrom el. Ott a pentagram, de először a madarat kéne felvenni.
Ugye? Bízni kell, srácok, az RNG-be. Úha. Utolsó esély. Madár! Hol vagy, madár? Kösz. Kösz. Jó, hát akkor... Akkor nincs madár. Rip madár, srácok. Menjünk jobbra. Felveszünk a Stone Maskot. Srácok, ez most nem lesz egy tökéletes run. De nem is fos. Hát, hogy ennyi. Szia, vadapag. Úgyhogy most megyünk jobbra. Kíváncsi leszek nagyon a damokra. Hát pont olyan sebességgel forog, mint ahogy a karakter fut. Kerékefek. Ja, igen. Igen, igen. Hát így jó lett volna amúgy egy csílét is összehozni, de láttátok, hogy például csílét se adott. A patogós buildhez. Szia. Mi helyzet van a fag? Na. Ó, azta. Adria második, ha-hó. Nekem is még csak tegnap előtt sikerült először evolvolni a madarat. Madár evolve az nagyon kockázatos, mert... Amíg nincs meg az evolve, addig nem is olyan jó. Sajnos. Szerintem. Most estetek haza a melóból? Na, akkor jó ízést, jó csillelést. Csak toljuk jobbra, srácok, ahogy lehet. A chill az nem karakter specifikus? Ameddig nem állokolod a chillét azzal a karakterrel, addig igen. Na, tehát most ezt nem kéne el fat fingerelni, tehát hogy speed slash övék lost and found. Mert a speed amúgy. Ja. Ja, ja. Na, milyen sorozatot fogtok nézni? Azt nézzétek, hogy szállnak a kések! Jézus! Szója! A Chile még az elején karakter specifikus, de aztán azt hiszem 15 percet kell játszanod, és megkapja az... Megkapod, mint item. Amit így... mi az weapon, amit így fel tudsz választani. Koronát? Mi a Moon Knight új részét néztük meg tegnap. Meg én belekezdtem a besúgónak a negyedik részébe? Azt hiszem az a... Na várjatok. A Moon Knightból a negyedik részt néztük meg, és a besúgóból meg az ötödiket? Valami ilyesmi, tehát az utolsókat. Moon Knightból megnéztük, a besúgóval pedig elkezdtem. Besúgó nagyon jó cucc. Az a helyzet, én ezt úgy tudtam elmondani Ashernak, hogy ha tetszik az a retro feeling, amit egy Stranger Things hoz, tehát, hogy így a magyar
viszonylatban a retro környezetre kíváncsi vagy, meg így tetszenek azok, akkor így nagyon adni fogja hangulatba a besúgó. Nekem nagyon tetszik. Na hát most megvan a 99-es szint is. Szóval most várunk 7 percet. Itt volt egy boss közben. Ez 30, vége. Igazából most már vége. Hát, hogy még egy buildet fogunk nyomni, vagy kettőt, hogyha a következő nem sikerül. De hogy így 100% voltuk újra a játékot. Szerintem Kövinek megpróbálunk egy jó macskás, virágos buildet összehozni. Szegény madárka amúgy egyedül van. Milyen rossz neki. Álljunk egy helybe amúgy, skacok. Úgy legalább nem pixelesedik el annyira nektek a kép, mi? Ja, jön a Disney Plus, aztán jönnek a sorozatok. Sok mindent lehet majd nézni. Így legalább tudom inni a teámat, amit még a Vampire Survival az elején hoztam ide. Hát a Disney Plus azokat hozza lázba, akik szeretik a Star Wars-os világot, meg a Marvel-eset főként. Ha meg mindkettőt szeretik, akkor meg így... Te jó ég! Kell! Mi meg mindkettőt szeretjük, szóval, hogy így nagyon jól jön a Disney Plus nekünk. Hopp, ott egy boss. Elfordultam balra, szerintem ez elég lesz. Látjátok, elég van. Hú, ez az, gyere rám! Elvileg majd ott lesz fent a Disney saját animéje is. Van a Disneynek Disneynek animéje? Előfizetéses világba élünk, Zodiac. Ami valamilyen szempontból jó, valamilyen szempontból meg nyilván rossz. Animációs filmet? Ja, hát az animáció az oké, én az animére voltam kíváncsi, hogy tényleg lesz a Disneynek anime. Nem kizárt amúgy. Ott egy boss. Volt, ott volt egy boss. Egy game alapján készítették Disney Twisted Wonderland. Ahhoz Japánnak kéne lennie. Mármint, hogy a Disneynek kéne Japánnak lennie. Hát figyelj, az anime úgy lehet, hogyha olyan stílusba csinálják. Az egy stílus, nem? Tehát, hogy így... Te is csinálsz animét, hogyha akarsz. Csak az animációs... filmek, sorozatok...
és az anime között van különbség. Ja, ja, az egy stílus, igen. Nem tudtam, hogy lesz ilyen. Ja, az HBO-ért annól is pluszba kellett előfizetni. Sőt, még most is pluszba kell előfizetni, ha jól tudom. Rocker, köszi szépen az 5. hónap támogatásodat. Eregenek a szvegek. Elvileg, ha Japánba készül az anime. Én azt hittem, hogy a stílus miatt lesz anime valami. Hopp, még egy boss meghalt. Most lövünk balra egy kicsit. Ha elő vagy fizetve az HBO TV-re szolgáltad, akkor kapod automatikusan a max-ot. Ja. Akkor lesz valami anime, hogyha japán és van mangája is. Én nem tudom pontosan, ennek a pontos definícióját, hogy ez hogy van. Hopp, ott meghalt egy boss. Nem látszik. Oda néz. Very big láda. Az animálás miatt lesz anime, csak ami Japánba készül, az nem meserajz, hanem animének hívják itt simán, és itt manga sztorikat animálnak. Ó, hát most arra kellett rádöbbennem, hogy mennyire nem vagyok ebbe a világba benne. Erre jöttem rá. Amúgy nem is kell sétálnom, mert a pentagram beszív mindent. Amúgy nem fölfele kéne lőni, hanem oldalt. Level 200, nem hiszem. Nem hiszem. Hiába van koronám, meg hiába jöttem olyan karakterrel, aki nagyon gyűjti az XP-t, ez nem is tudom, hogy itt látszódik-e. Hát amúgy talán a Grove-nál látszódik. Ott egy kereszt lent. Jó lesz az. Be is állunk akkor oda hozzá. Még egy perc, srácok, és vége. Ez az, adjad. Nagyon jó vagy. Alig hal az enemy amúgy most már, ha jobb fölül megnézitek. Ez az utolsó pentagramunk. Na, 177. Hello!
ez 180-as szín. Nyomja a pentagram, hallom, már elkezdted? Nagyon jól csinálod. Még egy utolsó. Juhé! Nem fogja már végignyomni az animációt. Na, srácok! Level 99 Imeldával. Mit akarunk itt nézni amúgy? Szegény izé madár. Na, srácok! Megegyezhetünk abban, hogy a Hollywand... A Hollywand az... Az fos. Ebbe megegyezhetünk, ugye? Nézem, amúgy mi kéne hozzá. Tehát, hogy Bracer kell hozzá, hogy jobb legyen. Spenót kell hozzá, hogy jobb legyen. Empty Tomb kell hozzá, hogy jobb legyen. Candelabrador szintén kell hozzá, hogy jobb legyen. Duplikátor is. És még a szerencse az, ami a Clovert, hogyha elhoztuk volna, akkor talán még jobb lehetett volna a Hollywand. Hát, hogy így egy item kellett volna ahhoz, hogy kimaxoljuk a Hollywandba rejlő összes potenciált, és látjátok. És most persze lehet azt mondani, hogy hát a lézerek miatt nem tudod sebezni. Hát jó, csak akkor érted, hogyha beteszed egy jó item mellé, tehát ha beteszed egy hagyma mellé, és azt mondod, hogy Jézusom, a Hollywandnak nagyon nagy sebzése van, akkor, ja, hát akkor sokat sebez. De beteszed ilyen brutál fegyverek, vagy ivol voltak közé, hát akkor látjátok. Mit jelent a sárga láda? Legendás. Az jelzi a legendásat, nem? Na és, most vagyunk ott, srácok, hogy újra 100% a játék. Bár ezt valószínűleg nem itt kell megnézni. Ott van. 88/88, tehát újra 100%-os a játszi. Teljesítmény 100%. És amit mondtam nektek, össze kéne hozni egy menő buildet. Projectile. Projectile speedet ad. Ez meg projectile pluszba. Hát akkor lehet a szólemi jó. És akkor kimaxoljuk, amennyire csak lehet. Projectile, tehát, hogy ilyen... Hát nem is tudom. Valami macskás, virágos buildet kéne csinálni. Amihez egyébként jöhet a Hollywand is. Nem Hollywand, bocsánat. Bloody Whip. Tehát, hogy az is jöhet. Azért, mert... a hír miatt. Mit kaptunk itt? Mi volt az új cucc? Meg se néztem, srácok, ne haragudjatok. 11-es. Nice! Na várjál, hát akkor a csíre az háromszor is tud bounce-olni. Itt is tud bounce-olni, meg itt is tud. Oké. Srácok. Ez tetszik. De az nem lesz csílebb. Na mindegy. Jézus, na várjunk. Tehát, hogy elhozzuk ezt amiatt, hogy legyen hídünk. Ezt meg elhozzuk, ami... Hogy a de akkor... Tehát, hogy virág, macska, csíle. Oké. Okay. Jó lesz. Puki! Virág, puki! Ez egyik sem az. Ben is. Mondjuk nem. Nyomjuk a reroll. Ez sem az. Hol vannak? Macska, jó. Cica. Ez most micsoda? Ben is el nem kell most, srácok. Olosz játék. Cica.
ez egy kutya, aki virágot pukizik. Egyébként. Ha valakinek ez kérdés lenne. A Bloody Whiphez kéne a Hollow Heart. Úgyhogy ezt amiatt vesszük fel. Jó. Még húzzuk ezt a virágot. Nyomja a cicus. Persze, még mehet. Kéne nagyon a csíle fegyvernek. Ott egy cicaharc van. Egy darab cicaharc. Hűha. Bloody Whip kell nekünk. Tehát a VIP-et kell összehozni. Ez egy ilyen mókás rend lesz, tehát hogy nem arra megyünk rá, hogy így nagyon eltörjük a játékot, hanem hogy így próbáljunk ilyen vicces dolgokat összehozni. Hopp, ott valamit spriccelt a kutya. Az mi lehet? Hogy nem akarjuk tudni, mi? Négyes a virág. Ezt lehet amúgy a macskák csinálták. Hopp, ott kék lett egy macska, azt látjátok? Mint hogyha lefagyott volna. Hát én mit tudom én, ott volt valami jó fegyver, amúgy nem láttam. Hát jól, jöjjön a cica. A csílének nagyon-nagyon tudnék örülni. De azt már lehet, hogy amúgy nem tudja beadni. Én szerencsés vagyok, nekem be kell, hogy adjam. Virág pukit fog kapni ez a zombi. Valamiért azt érzem, hogy amúgy nincs sebzésünk. Lehet, hogy amúgy jól érzem. Bibliát akarsz nekem adni? Hopp, ott meghalt a boss. Jó. Cicákok. Remélem nem volt csíle. Remélem nem misszeltem a csílét. Na, hát ez nem jó. Ezt mondhatjuk, hogy ez, hát amúgy hozzuk el az ákcot, legalább lesz valami sebzésünk. Szóval. Végre. Megjött a VIP. Ami most még nem durva, de vicces lesz. A heal miatt. Amúgy akkor lehet hagymát is kellett volna hozni.
mit tudom én. Én ezt nem tudom, srácok. Nem tudom, hogy amúgy milyen buildet akarok összehozni, csak valami mókásat, valami nem szokványosat. Ott már láttam két macskát. Igen, igen, mókás buildet szeretnék összehozni. Mókás, tudsz ebben segíteni? Na, hát, kaptuk. Cica. Cicus fejlesztés. Menőbb lett a muzsika. Fejlődik a VIP. Nagyon jó. Egy jó VIP evolve jöhetne elsőnek, vagy egy spirál. Mi az igen, hogy harcolnak ott a macskák. Andelabrador? Késsel kezdesz, mert még csicska vagy, felveszed a fokhagymát és azt húzod level 4-ig. Aha. Jó fokhagyma. Mellette kétféle van, meg egy axe, aha. Szia, Geri! Ez tetszik, mókás, ez tetszik. Köszi, köszi, köszi. Lehet róla szó, srácok. Ott harcolnak a macskák. Szia! Lophas! Itt mindenkinek is kaca. Most egy kicsit lelassult. Nagyon várom már egyébként a 21. illetve a 11. percet az árkánák miatt. De kéne ahhoz a csíle nagyon. És nincs csíle. Nem akarja adni a csílét. Haló? Hú, ott nagyon nyomják a cicákok. Ennek a virágosnak a visszapattanós nagyot már... Ja, csak a virágosnak nincsen visszapattanós. A virágosnak izé van. Csak annyi van, hogy a healből többet heal-el. Tehát az árkánák közül csak az, ami így a izé hat rá. Jó, meg a nyilván a duration is hat rá, meg hat rá a speed is, de hogy így a visszapattanó az sajnos pont nem. Amúgy a visszapattanós lesz a másik kettő árkána, hogyha engedi a játék. Azt szeretném összehozni. Cicákok! Minden 20. szintnél kapunk egy plusz projektálist amúgy. Amúgy kiment a fejemben. Ennek a karakternek az a az alapképessége. Ja, legalábbis ilyen passzívja. Na, ez most egy 7-es cica így, igen. Nézzük csak. Aha. Ez nagyon jó, mert ha elérjük a 10-es szintet, akkor nem fogunk tudni semmit se evolválni, mert macskát húztam meg virágot. Hát akkor jöhet a VIP. Ha esetleg látjátok a csílét, és nem veszem fel, akkor nyugodtan beíratjátok, hogy noob vagyok. Egyelőre nem látom. Nagyon bízom benne, hogy ezt össze fogjuk tudni hozni, skacok. Tök jó lenne. Na, 9. perc. Jön a sok XP.
Na, maxosak a cicákok. Pentagram biztos nem. Jó, anyám, hát bejöttem, megnézem, mit csinálsz, azt itt felejtettem, kint a sült kolbász meg odaég. Na nézd meg, szegény kolbász. Szegény kálbász. Jelent a VIP. Nyomják a macskák nagyon. Látod, ilyenek ezek a macskák meg a virágok, mókás. Percekig tudod a macskákat meg a virágokat nézni. Konfirmálva. Ez így. Hát... Nem látom a csílét. Hopp, ott a 10 perces bosszunk. Akit nem tudom, hogy hopp, meghalt. Jó. Pam pam pam. Megjött a Bloody Whip. Úgyhogy most very big hílelődések vannak, srácok. Oda nézzétek. Úgy. Na most elvileg nem kell attól félni, hogyha neki megyek valakinek, akkor így meghalok. Na, hát most már ez is megvan 8-as szintű. Tehát, hogy így mindenünk 8-as szintű. Egy jó duplikátor. Meg a csílék. Nagyon bízom benne, hogy működni fog, srácok, továbbra is. Igen, ez egy kutya karakter, aki éppen virágokat ont magából a hátulról. Ezt jól látod. Megjött a 11 perces bosszunk. Itt az Arcana. Az Arcanából szeretnénk... Hát, ez most egyik, ez szívás, ez nagyon nagy szívás, csak már egyiket, tehát hogy nekem az kellett volna, ami hat a chillére. Hát akkor rámegyünk a speedre. Kutyához hogy köthető a virág? Hát vannak Redditen, akik így a játék lórján agyalnak, vagy legalábbis próbálnak meg agyalni, én nem tudom. Én nem tudom, a kutus mit csinál a virággal. Gőzöm sincs. A lánykutya és a lánykutyák virágillatút kakjanak. Tényleg amúgy. Ez jogos, azt tudom ezt. Abszolút. Jűha. Nem nagyon hiszem, hogy bekapjuk a chillét. Chillet, please. Ajaj. Az a helyzet, hogy ezt most így nem akarom felvenni, ami itt van. Ezt a ládát. Most így... Értitek? Mondjuk mit kapok belőle? Pénzt kapnék belőle, mi?
Legyen projectile speed. De egy, mondjuk egy duplikátor például jöhetne. Aszta. Jézusom. 5 millió a számlámra. Semmi. Ez a játék zenéje, aha. A macskák változtatták meg egyébként a játék alapzenéjét. Tehát amiatt nem a megszokott. Az ördög? Ja, Krocsi, aha. Krocsi jó karakter. Lesz majd egy olyan arcana, ami hogyha elveszíted a revive-aidat, akkor azért plusz statot kapsz. Az meg elég király. A plusz stat. Hát, én kezdem elveszíteni a hitemet, hogy ebbe a rámba még lehet egy síle is. Hogy lehet ezt a karaktert unlockolni? Megölsz a Gallo Tower-en 3000 Dragon Shrimpet, azok a kör alakú sárkányok, akiket sokszor, nagyon sokszor kell meglőni. Skip. Skip. Jó. Ezt tudjátok, mit jelent, ugye? Hagyma gang, hagyma gang. Elózzuk a hagymát. Olyan HP regenünk lesz, hogy... Beszarás lesz. Gyere rám, bombarolám. Halló? Tudom, armort is hozhattam volna egyébként. Skip. Ah, ez az. Jó. És akkor most a lighting ring is. Jó, hát most így mit lehet ezzel csinálni? Nem akarja beadni, srácok. Vagy a végsőkig ki kellett volna tartanom? Vagy így nem akarta beadni a chillét, nem tudom. Nem tudom miért. Lehet, hogy ez ilyen karakter-specifikus itemeket, amik ennyire karakter-specifikusak, mint például a cherry bomb, azt így nem adja be a játék. Nem tudom. Vagy, de valami nagyon alacsony százalék. Aha. Hát akkor lehet a végsőkig kellett volna próbálkozni. Most megyünk a könyvér.
Csak nyomom a balrát, srácok, ahogy lehet. Meg a hagyma fejlesztést. Csak rohanunk, vágtatunk, srácok. Hát fejlődni ugye most nem fejlődünk, de hát ez érthető, hogy miért van. Jó, most mehet a másik irányba vágtam. Oda néz, ott meghalt egy boss közben. Akkor ez, pauzoljuk ezt a vágtatást, mert hogy így fel kell húzni a hagymát. Oké, okay. Még egy szint. Jó. Szeretném a hagymai volvat összehozni. Jó. Nagyon lassan haladunk, srácok, így az XP-vel. Pont amikor mennék végre a Stone Mask felé. Persze. Nyilván most még nem adja be a hagyma fejlesztést. Meg vagyok Evolve-ra. Valóban. Evology! Hát te figyelsz! Köszi, hogy szóltál. Fel se tűnt amúgy. Igen, köszi srácok. Az igen, még azért megsebződök. Csak mondom, hogy most a virágok, a hagyma, és a Bloody Whip is HP-t tölt nekem. Ez most egy olyan build. Meg egy olyan build, ahol majdnem ott hagyok egy ládát. Na nézzük! Működik-e az egy helyben állás? Az helyzet úgy nem működnek a virágok, ha egy helyben állok. Jézusom, a teljes képernyőn macskák háborúznak. Hát így nem fogok fejlődni, ha nem megyek el az XP-n. Ott táncolunk egy kicsit. Szevasztok, Edlin, szevasztok, srácok. Na, hát nem az MT-tómot akartam, semmi gond. Megálljunk egy helyben. Ez jól néz ki. Vajon melyik sarokban van Yi facecam-je? Erre nem tudok semmi vicceset mondani. Akartam pedig. Esküszöm. Most nem jött eszembe semmi, amit így lehetne mondani erre. Abban, köszönöm szépen a macska, ezt tetszik. Na végig! Ja Jézusom, hát azért csak mellé nyomtam. Na. Á,
Hát csak a középső az, az nem vicces. Mármint, hogy nekem nem volt vicces. Mármint, hogy én nem mondtam volna. Mert hogy így középső sarok nincs, ugye. Attól még lehet ez vicces. Na, megyünk előre, megnézzük, meg tudunk-e halni. Tehát előre tüzet hányok, hátra fele pedig virágot. A 21. perc, most fogják hozni az árkanát. Valahol. Vagy 22-ben hozzák? 21-ig. 21-ig, nem? Szia, majonézes krumpi. 100%-os a pixel háború, igen. Na nézzük. Krit... Kritelhetnék. Igen. Amúgy. Azt nézzétek, a Slash és a Waltz of Pearls-re mindkettő hat amúgy a Heaven Sword-ra, a cross fejlesztésre. Hát, nem tudom. Legyen a bounce-olás, az Axe Bounce. Hát sajnálom, hogy nem sikerült olyan vicces buildet összehozni, hogy még meglegyenek a csillék is. Szerintem tök vicces lett volna. Virágot hánysz hátra? Ahova lépek, virágterem, látod, lovacska? A 22. perc, megállunk egy kicsit. Vagy nem akar jönni boss? Lehet nem jön boss. Hát akkor menjünk tovább. Szerintem romlott virágot evett vacsira az a kutya. Vannak romlott virágok is. Szia, patász! Lehet akkor a 22. percben nincsen boss. Köszi szépen, srácok, a követést, érezzétek jól magatokat. Na jó, hát akkor most megállunk itt. Itt ott egy boss. Ez most egy olyan build, ahol... négy dolog van, ami... Ami érdekes lehet, hogy vicces, az egyik az, hogy dupláztuk a hílek értékét, a másik az az, hogy van egy Bloody Whipünk, van egy virágunk, ami maxos, és az is hílel a virágjaival, és a negyedikként itt van nekünk a hagyma is, felvettem, hogy hát ő is híleljen. A virággal egyébként táncolni kéne, mert hogyha egy helybe állok, akkor így látjátok, csak rám spawnol a virág. Úgyhogy lehet, hogy egy kicsit táncolni kéne így. Mint hogyha masszíroznám, srácok, az analógot. Analóg masszírozás a virágok sebzése érdekében. Nagyon jó. Nagyon masszír. Hát ne szédüljetek, srácok. 24. perc fog következni, megállunk egy kicsit. Hát tehát ez most azt jelenti, hogy nagyon sok enemy jön. Egy picit beakadt a játékom.
Jó, hát így nem tudom. Tök jól néz ki, hogy pattognak a kaszák. Az helyzet, ha nem pörgök, akkor a virágoknak nem lesz sebzése. Mondjuk így meg a Bloody Witnek nincs sebzése, mert nem megyek jobbra-balra. De ha meg megyek, akkor meg nem lesz sebzése a macskáknak, mert nem fognak találkozni. Húha, micsoda dilemmák, igaz? Valami boss-t láttam. Meghalt. Ez a 25 perces boss volt, elég gyorsan meghalt, csak mondom. Jó. 28 perc, jó lesz majd az egy helybe állás. Oké. Na. Gyűjtjük a pénzt. Ott is van 91, meddig megyünk? Jézusom, 93-ig mentünk. Nem jön annyira az XP, mint ahogy én azt gondoltam. A 6. perc. Ha megállunk egy helyben. Tudom, így táncolunk egy kicsit. Mint hogyha valami boss lenne, nem? Nem. Az nem boss volt. Legalábbis nincs sehol. Lót, rossz lót. Ez zavar az, hogy nekem kell elszaladnom az XP-kért, és az is zavar, hogy az XP az így... nem ad olyan sokat. Szóval én ilyen bosszok, és... Tehát ilyen attraktornak örülnék. Na, akkor mindjárt jönnek a bosszok. Mert hogy mindjárt jön a boss. Keresem. Valahol biztos ott van amúgy. Itt volt. Nem láttam, de itt volt. Pam, pam, pam. Macskáknak van talán fejlesztő, sajnos nincsen, és a virágnak sincs, tehát hogy két olyan itemem van, amit nem lehet evolvolni a játék. Sajna. Macskák amúgy elég combosak. Ha sokszor tudnak találkozni. És a virág az jó egyáltalán? Hát nem tudom. Jó-e az, hogy hátrafele sebb ez a karakterem? És pluszba heal-el abból a sebzésből. Nem tudom. Nem érzem olyan hasznosnak egyébként. Nem érzem olyan hasznosnak. Pláne, hogy így, most pörögnöm kéne kb. Ahogy most csinálom. Akkor van a virágnak sebzése. Hát ha egy helybe állok, akkor nem mozog a virág, akkor konkrétan rám spawnol. Mindenféleképpen mozognom kell vele. De ha túl sokat mozgok, akkor meg a macskák nem találkoznak, tehát hogy így... Én azt hallottam, hogy nagyon jó szinergiában van a macska a virágokkal. Azt hallottam így az interneten. De nem tudom, én nem ezt tapasztalom.
Az viszont biztos, hogy a HP regenerálom az brutális. Huszonkilencedik perc. Hát nagyon benne vagyok a tömegben. Érdekes srácok ez a Vietnam. Jónak nem mondanám. Tökéletesnek meg pláne nem. Szia, Piepo Ágyikó. Hogy tetszik ez a virágot lövő kutya? Virágot kukizó kutya? A karakter az tetszik, a projektális 20 szintenként, az szerintem király. A virág azt annyira nem érzem erősnek. Működik, nem? Hát el lehet jutni 30. percig. Ez az nyomjad. Nem tudom, hogy mi az, ami fagyasztja a halált, ne kérdezzétek. Nem tudom, mi fagyasztotta le a halált. Gőzöm sincs. Nem tudom ebből a szinergiából mi fagyaszthat. Az egyik virág fagyaszthat? Tehát most már két halál. Ennyi volt. Ja. Nem volt tiramisú. Na nézzük. Nem leszólni a hagymát. Elhoztam a hagynát, hogy legyen HP regen. Jaj. Szegény. Szegény Bloody Weep meg szegény hagyma. De a Thunder Loop az miért kerizett? You have returned. Na, macskák, 9,2 mil a sebzés. Hát így, hogy... tehát, hogy volt hozzá Candelabrador, Bracer, Empty Tome, Duplikátor. Így szerintem a macskák jót tudnak menni, viszont az állós build, ami a macskákhoz kell, az nem ez. Tehát, hogy így nem tudom. Tehát, hogy például a virágok azok így nem. A virágok azok így nagyon nem. Nem tudom. Az miért kéne? Nem tudom. Majd biztos megmondjátok, srácok, hogy miért kell és miért jó a hagyma. Majd a virág ehhez a macskás buildhez. Sajnálom egyébként, hogy nem sikerült Chillét is szerezni ez a buildhez, mert úgy szerintem még királyabb lett volna, főleg akkor, hogyha az árkánákból mindkettő megvan, ami hat így a Chillére, a pattogást illetően, tehát 6-szor pattoghatott volna, az király lett volna. Nezri, nagyon szépen köszönöm a 25 hónap támogatásodat, mint feliratkozott vadász, srácok, peregjenek a szvegek Nezrinnek. Mizus. Na, hát addig jutottunk ma, hogy megnéztük ezt az 0.5.1-es patchet, megcsináltuk az összes achievementet, 6 achievement jött, egy új karakter, egy új fegyver, egy új pálya, amit challenge-nek mondanak, egyébként, hogy is kell? Rá kell nyomni arra, hogy confirm. Tehát, hogy jött ez a bone zone, a bone zone-hoz az kell,
hogy három pályánál lokkoljuk a hipermódot, és akkor elérhetővé válik a bonzon. Ha azt látjátok, hogy nektek 100%-os a játék, és nem állokkolódott a bonzon, akkor menjetek be egy pályára, aztán lépjetek ki, és megkapjátok a bonzont. Hogyha eleget játszottatok a galló táboren, akkor pedig meg fogjátok kapni az a 3000 Dragon Shrimpért járó Ószolemió nevezetű karaktert. Mármint, hogy megvásárolhatjátok. Illetve játszani kell Gennaroval és Imeldával. Nekik van kettő új árkánájuk. Ezeket csináltuk meg. Most így elég jól tudtam haladni, bár az elején egy kicsit izgultam. Az elején volt egy rossz köröm. Mármint hát a rossz kör az az volt, hogy az Ószolemióval bementünk a bonzonra, és így nem adta. Előfordul. De egyébként ezek az újak. Tehát az Iron Blue Wheel, amivel bounce-olni tud a projectile, illetve az, hogy a Vaults of Pearls, ez a másik bounce-olós, ez a főleg ilyen, hát ha nem a varázslós fegyverekre vonatkozik, kés, spirál, Heaven's Sword, meg ilyenek, ez pedig a varázslatokra, inkább ilyen Magic Wandokra például, meg a Fire Wandra. Úgyhogy ezt tudják az új árkánák. Hát, ami nekem nincs... Ja, tényleg, hát az új reroll és az új skip az nem volt kirakva, ezt el is felejtettem. Mert hogy ugye ezek is jöttek, plusz egy-egy rank. Hát a körzre nem rakunk. De ismét maxos lett, legközelebb akkor térünk vissza a játékhoz, hogyha esetleg megjön a kedvem ahhoz, hogy megöljük a halált, hogy rájolgassuk a halálölést, vagy hogyha új content érkezik a játékhoz, amint látjátok, legutóbb 2 hete volt, tehát hogy most 2 hét kellett ahhoz, hogy jöjjön egy update, és hát akkor nagyjából 2-3 hét múlva csapatjuk újra. Ha csak nem jön meg a kedvem ahhoz, hogy öljünk halált. De az egy igazi kihívás. Level 1-esen nyomni, és bízni a szerencsébe, hogy jó dolgokat kapunk. Mert megmondom őszintén, annyira nem néztem meg, csak az, hogy level 1 kell hozzá, és hogy be kell szorítani a halált, tudom én, rune tracer elölni, meg ilyenek. Valami ilyesmi rémlik. Most így ennek még annyira nem jártam utána.